uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk 11 perccel. Már amikor azt hittétek, hogy nem szólalunk meg, nem úsztok meg, most sem. Bennünket se, engem se, senkit se, a Feri se, a Janit. Hello mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok. Jó reggel! Ez volt a reggeli trükkünk. Igen. Hát én még egy kis készülődés, tudod, ez amikor még így felmegy a függöny a színházban, elmegy arra, arrébb megy, kimegy, és még nem jelennek meg a színészek, hanem még úgy nézett az üres színpadod egy kicsit, elhangzott a jingle, volt a taps, és utána jönnek a színészek mindjárt. Megjöttek. Bizonyám. Engem. Művész úr, kezdünk. Jó, hát tudom, profi vagyok, nekem ne jönnek már meg. Na, nagyjából ez. Várj, most ittas vagy álmos? Ja, hát nem nagy művészek azért. Mind azért tudtak ügyesen inni a lapos üvegből, ahogy ezt mostanában ugye olvashattuk egy nagy-nagy művész kapcsán is. Aki még Gobi Hilda tanított meg arra. Ó, gyerekek, az osztálysztori, hát róla beszéltünk. Nekem ő a mentorom. Én eltét imádom, olyan dumákat nyom, hogy az a legújabb, a rajongója pont ott volt, és pont adott neki egy üveget, és pont megívott 6 deci viszkit. Lecsúszott, hát így történt. Mindig járnak a rajongók, nekem is a nyomom ott van, egy liter Johnny Walkerrel abszolút. Bárhol, bárminek mennék neki, azonnal meg tudni ki 4 liter Johnny Walkert, és egy fél liter Jack Daniels. Tehát, mi, az ijegységre? Azzal kínálnak, mert az ijegységre művész úr. Az ijegységre, művész úr. De csak egy kortyot, művész úr, nem lesz, művész úr, az az én üvegem, adja már vissza. Csanyi! Elnézést, az egyik a gazdaságos kiszerelés egy picit több, mint amit megszokott. Igen, szóval az nagyon jó kis történet. Jó is ez. Valaki erre jár, és szeret engem, amíg vannak ilyen emberek ebben az országban, hozzon be egy citromot nekem. Egy citrom? Egy citromot? Egy citromot. Mandarinom, nem jó? Mit van? Mandarinom. Úgy értem, van aranyom. Van aranyom. Igen. Darab sem. Citrom, van aranyom, és aranyom némi dollár. Jó. A mandarin... És az euró is most megy föl. A mandarinnal milyen a tea, jó? Nem. Ja, abban kell, akkor nem. Tehát szeretnék inni, és mi citromom? Nekem a sajtos kavarhatod. Hát a sajtos a rudat fürödj meg, és akkor mi? Nem lesz sajtos. Ja, van, aki így szereti. Ennyi év után egy citrom? Egy citrom. Nem vagyok telhetetlen, nem kérek tőletek nagyot, nem szoktam visszaélni azzal, hogy hozzatok lángost, kolbászt, reggelt. Pedig hozhatnátok. Ezek opciók. Igen. Ez mi opció, de ha van választhatók, de a citrom a fontos. Ha meg tudtok állni úgy egy zöldségesnél, hogy itt megálltok, kiszaladtok, csak a portál leadjátok, hogy Balinak egy citrom, akkor tényleg nagyon-nagyon-nagyon meg. Jó, de a sokkal metálabb, mondjuk, hogyha éppen tartotok mondjuk a Nagyvárad tér fel, és az Üllői úti felüljáról bedobjátok a rácsomot. Várj, nyissak ablakot? Igen, mindenképpen, mint a mézg a családban, hogy írjátok meg, hogy mikor gurultok valami felüljáron. Akkor. Mert az Üllői úti felüljáron gurultok le, és mentek a körút irányába jobbra, ha megnézitek ezt a romhalma az épületet, na azok vagyunk mi. Igen. Az állami pénzverde. Tehát úgy, ahogy van az egészet, föl kéne robbantani. És szépen itt mentek. Ezt talán nem, most még korán van, kicsit túl reagálta ezt a szitut. Mentek le, kinyitjuk az ablakot, dobjatok be egy citromot. Így van. Jó? Ennyi. Van. Nagyon drágák vagytok. Ugyanis nyitott ablakot látok el, soha no arcot, akkor dobjátok a citromot. Dobjátok a citromot, hogy hozzátok be létszél egy citromot, mert ma úgy jöttem be, hogy basszus, hozok és iszom egy jó teát, mert vettem egy nagyon finom teát, és nincsen citromom, és ez szörnyű. Tehát ez most nem bírom ki 10 évet. Vannak dolgok, amiket kibírok. Ha 8-ig kell, akkor megnyitva van a büfé. Nem kell. És 8-kor a büfében van citrom? Van, náluk van, szokott lenni. Van. Ők nagyon cukik, igen. Minden van. Hátul van, kicsit keresgélni kell, meg kell várni, még a tulaj elmegy pörsenteni, de megfogom. Egyébként pont tegnap beszéltük a Janival, hogy tavaly és tavaly előtt karácsonykor, vagy karácsony előtt ennyivel, mint most vagyunk, tehát 2 héttel, már azért jöttek ilyen hát kis csomagocskák. Hát azért alakult már a Beigli mérgezés, most meg mi van? Semmi. Ezért mondom, hogy... Jött Ivadarnak a kis csomagja a piacról, kis kolbászkákkal, ezzel azzal, és most valahogy hanyagolva vagyunk, nem tarhálás ez, meg nem számunkérés, csak egy tény megállapítás, hogy tavaly ilyenkor már tudtunk örülni egy csomó. Ez egy rosszra gondolom, én egy csomó jó Igen. Tehát egy csomó beiglit kaptunk már ilyenkor, nem? Igen, meg mindenféle más is, most nem sorolnám, mert... De miért nem kapunk végül? Azért, egy fantáziájukra bízom a kedves hallgatóknak. Kedves hogy mit tennél még mi? Cukrászdáknak. De látjátok, ehhez képest én milyen visszafogott vagyok? Igen, egy citromot kérek. De mi nem kértünk semmit, csak megjegyeztük, hogy tavaly ilyenkor már értem. Persze, meg tudod, a te visszafogottságodban igazából az a jó, hogy te csak egy citromot kérsz, mi kérjük a többit, de te ugyanúgy fogsz enni a többiből. Hogyne! Mindenre ugyanúgy rámegyek. Mondjuk én nem panaszkodhatok, mert ma reggel, amikor bejöttem,
akkor találtam egy CD-t, egy DVD-t, meg egy pólót az asztalomon, mert benn járt Molnár Máté, a Rode zenekar frontember, és az új albumból, a Madból hozott nekem egyet, és ennek nagyon örülök, mert már láttam, hallottam egy párszor az új számokat fönt az internetes megosztó portálon, a kettőben nem az én címűt, és aki szereti az igényes, értelmes szövegű zúzós zenéket, akkor azt figyeljen rá. Vannak? Vannak, és dübörögnek, dübörögnek. Nagyon megy nekik, és hála Istennek. Ugyanúgy kis domoszlóban laknak, a kis falujukban, onnan megy az egész verkli, és hát én imádom őket, tényleg olyan jó fej az egész banda. Meg ugye ez, hogy nem akarsz fővárosba költözni, mindenki azt gondolja, hogy a fővárosból lehet metal zenésznek, vagy bármilyen zenésznek lenni, ugye bár van egy tankcsapdánk, aki bebizonyított, hogy ez megy Debrecenből, ők meg bebizonyítják, hogy eszem egy 6000-es falu a domoszló, körbe onnan. És akkor szépen járják az országot, nyomják a bulikat, megy a lemez, csinálják a dolgaikat, tök jó. És igényesek, értelmesek, szerethetők, úgyhogy nagyon jó kis csapat. Na, ezt majd kimásolom nekik, hogy értelmesek, hátha. Hát tényleg. Ja, igen, már a végre hát, valaki egy év után. Nézd meg egy év után, a Jani ezt mondta. Hallottad, mit mondott? Azt mondta, értelmes. Menő. Úgyhogy rendben vannak. Hát, Lacival is beszélgetünk most egy pár szót, és egyre többször hallom tőle, hogy nagyon emlékeztetek az édesanyjára. Ezt nem tudom, hogy pozitív vagy negatív értelemben mondja. Nem biztos, hogy igen, én is még ízlelgetem a dolgot, de ma reggel azt látta, amikor bejött, hogy éppen egy kisebb mézes csuporba, vagy kis pödönkébe, kis mackóba öntöm át a nagyobb, már kiürülő félben lévőből, és azt mondta, hogy az anyám csinálta mindig ezt. Állandóan átöntögette a nagyobbból a kisebbbe, mert azt mondta, hogy nem fér el a hűtőbe. Azt mondjuk tényleg, hogy így a kis fél üveget egy kisebbbe átöntöd. Hát figyelj, engem zavar meg. Ugye az van, hogy levegő van még benne? Nem, marha nehéz kezelni. Tehát amikor kaptunk egy kedves hallgatónktól egy pár hónappal ezelőtt két meglehetősen nagy ilyen mézes bödönt, és az egyiknek az alján van, de hát az alján van, az azt jelenti, hogy még van benne kb. Fél kiló. Érted? És már nem lehet elérni. Tehát, hogy már kb. Úgy képzeljétek el így reggelenként, mint a Mici Mackóta. Amikor ülött az izja, ahogy hívják be, a kis odúja előtt, és akkor gyakorlatilag könnyékig benne van a mézben, hogy még az aljára kikapargassa, és ezt vagy ettől a dologtól megkímélek benneteket, átöntöm egy kisebb üvegbe. Mondom, ennek következtében most itt állok gyakorlatilag csüdig. Vannak már ezek mézesen a hosszú kis kanalak, tényleg. Tehát egy kis kanál, de nagyon hosszú. Itt ilyen. Itt egy napig van. Nem. És kb. Azt kell, hogy oda kéne láncolni valami ezt, hogy az másnap is ott legyen. Úgyhogy, de hát, vagy az a mézpergető, az a kis fa szerkezet. Hosszú nyéllel. Egyel több dolog, amit majd mosogathatunk. Ja, azt de utálom, azt a mézpergető. Nem, ez is fura. Nem lehet, mert igazából rajta marad a csomó méz. Nem lehet vele adagolni. Tehát ugye nincsen olyan, hogy keveset raksz belőle. Az volt, hogy piacra dobták, de már tudták, hogy megbánták, de már nem tudták visszavonni. Ahhoz rájöttek, hogy ez nem egy jó ötlet. Tehát, hogy egy pergeted, a benne marad a járatok, nem jön le, kevés folyik le róla, a hosszú idő míg lefolyik, fú, de utána akkor az adagolós kupak. Az se rossz. Egy idő után, igen, csak egy idő után belekristályosodik, akkor megint át kell megint. Jó, hát nektek semmi nem jó, tényleg. Hát érted, mert mindegyiket használtuk, már van tapasztalat, érted, gyűlik így évről évre, hogy az ember így összbefordul, érted. És akkor marad a kis. És akkor marad, de mondom, én nagyon örülök, hogy így mélyül el a kapcsolatom Lacival, hogy egyre inkább kezdek hasonlítani az édesanyjára. Ez jó, ez szimpatikus. Egyszer oda ne bújjon a mellykasodra. Édesanyjám. Na, gyorsan nézzük, mit írnak a hallgatóink. Jó sok SMS van már így kora reggel, azért fél egykor jött egy. Azt mondja, hogy már most szeretnék jelentkezni fekete-fehérre, soha nem lehet elég korán kezdeni. Sanyi a cukrász, nézzük meg, hogy átszokta már, hogy mi a helyzet. Fél egykor. Fél egykor. Az nagyon komoly. Nem tudott aludni, vagy ilyen korán kezdett? Nem, ő azt mondta, hogy azt nem írja, csak hogy ő már most szeretné jelentkezni. Mert hogy beigli szezon. Most beindult, érted, és már éjfélre menni. Jani Bali, veletek álmodtam, Budapesten voltam, és ti kísértetek el a 14. kerületbe, gyalog. Jó sokat sétáltatok velem, és megnéztük a nevezetességeket is. Megmutattátok, igaz, mindennek más neve volt, mint a valóságban. Zsú írta ezt nekünk Győrből. Ott de voltam. Rendesek voltak. Igen. Tényleg. 14-e ismeritek jól? 14-e? A 14-e az Zugló. Azt én ismerem, jól laktam ott. Igen. Na. Bali, vágj a teához savanyú pofát, sokkal jobb és hatásosabb és gyorsabb, írja valaki, köszönjük szépen. Nagyon rendesek vagytok, igen. Nem rácson az ablakon, hogy dobjam be a citromot, macika. A rácsok között befér egy citrom. Persze. Bőven befér egy citrom, persze. Szia Balázs, vegyél magadnak szépen. Vigyétek el, megvenném, ez nem spórolás. 10-ig nem tudok kimenni, tehát, hogy nincs közel a helyem.
közelében közért, éjjel-nappali pékség, zöldséges, semmi nincs gyerekek ezen a rohadt mányos részen itt. Zöldséges nincsen. Semmi, semmi. Talán egy fáradt forneti lent a Metro büfében, de hogy így... Nem, az olyan nem picit több, de... De zöldséges az nincsen, az biztos. Tehát citromot nem tudunk venni. Nem tudunk. Falul lakom, lovakat tartunk. Friss reggeli szüretelésű, jó lesz? Kérdezi valaki. Isteni. Na, van ismétlésünk? Hogyan lenne? Biztos van ismétlésünk. Mit ismétlünk? A tegnapi legjobb pillanatokat. A tegnapi legjobb pillanatokat. Úristen, szegények. Azon belül is a költöztetést, igen. Este fel is ránéztem az internetről a kis vízére, posztunkra, és ez a kép basztus, hogy ott tologatják le a tűzoltók, a szanaszéjjel hullott mindenféle személyes holmikat az autópályáról, hát dermesztő. Igen. Ugye, mert hogy volt egy témánk tegnap, egy családot költöztettek, és az M5-ös autópályán ők, hát az utánfutó felborult. Felborult, és kielemeztük, hogy szörnyű. Szörnyű, ha az ember a saját házának, lakásának tartalmát látja az autópályán úgy, hogy tűzoltók söprik össze a maradékot. És a maradék ebben az esetben nem túlzás. Igen. Tényleg ennyi maradt a házból. Vagy hát a ház A felszereléséből így van, és használati tárgyéből. És költöztető sztorikat vártunk, de nem azt, amikor ti törtetek össze valamit, vagy esetleg ti nem értetek át A-ból B-ben, hanem amikor profi költöztető céget béreltetek fel, megérkeztek. Profinak mondott. Igen, megérkeztek a költöztetők, és láttátok, hogy Peka és Csupi nincs a helyzet magaslatára. És hát nem biztos, hogy neki kéne a nagymama kínai vázáját, a LED TV-t, meg az előszoba bútort költöztetni. Ja, ez vázóhoz, nem mozai. Igen, hanem ugyan elejtettem. Szóval ki milyen költöztetőkkel járta már meg. Ez volt az egyik témánk tegnap, úgyhogy ezt most újra megmutatjuk mindenkinek. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 3 perc múlva, pontosan 6:30. Háromlábút élesítenek az M5-ösön, a 35-ös Sinárcsi pihenő kijáratánál Szeged irányában. Attila küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, ennyi a közlekedés, semmi több. Hát azt nézem, igen, egyelőre nyugi van, igen. Megvan-e őrülve a város már karácsonyi hangulatban, vagy nincs megőrülve? Én nem vagyok este a városban, nem tudom. De így napközben, akkor a dugók, mert ilyenkor már dugó hátán szokott lenni. Én bringáztam tegnap, úgyhogy nem nagyon tudok ilyen autós cuccosról, csak egy páran már panaszkodtak, hogy már nem lehet megmondani, igen? Hogy már őrület van. Viszont két nagyszerű óriás plakátra szeretném felhívni a figyelmet. Mit láttam? Az egyik, hogy jön ugyan a karácsony, de az elmúlik, az edzés marad. Láttam én is. Ez volt az. Ezt láttam én is. Az ünnep elmúlik, az edzés marad. Az ünnep elmúlik, az edzés marad. Ez gyereken. Egy konditerem, azt hiszem, egy konditerem. Ja, mondom, ne egyél, tényleg ne egyél semmit, mert utána büntetés lesz, a személyi trénered az megfogja a csuklót, és azt mondja, hogy elzsírosodtál te szemét állat, mert karácsonykor ettél, úgyhogy ne egyetek, ez az egyik. A másik, meg amiről már tavaly beszéltem, de most megint megragadta a figyelmemet, hogy vegyél föl hitelt, hogy szebb legyen az ünnep. Ez most megint megy. Hát mindenki belátása szerint, gyerekek. Szóval én csak annyit mondanék ehhez. Ez hogy tévében volt? Ez gondolom tévéreklám. Nem, ez órás plakátos volt tegnap, egy ilyen vegyél föl hitelt, és akkor neked jó lesz az ünnep, hogy mindenki nézzen utána, csak annyi, amiről beszélgettünk másokat, hogy a pénzügyi kultúránkat van mit fejleszteni nekünk magyaroknak. Nem attól lesz szép. A, B, vannak dolgok, amiket nyilván meg kell venni, de nem minden áron. Úgyhogy nekem ez a kettő ütött már be, de ez a legjobb, ez az edzéses volt. Az nagyon jó. Figyelj, Gyúriám, itt az állat jön a kari, de el fog múlni, te viszont dagad disznó leszel. Igen, hogyha sok edző. Töltött káposztát eszel, imádtam. Jó, ez jó, azt én is láttam, mentem ki, 6-oson ott van. Igen. Na, hogy állunk játéka? Mi volt tegnap? Nagyon-nagyon szépen állunk, ami nyilván azt jelenti, amikor ilyen hosszasan kezdem. Most fogalmam. Hogy segédfogalmam nincsen, de azt hiszem, tegnap én játszottam, és kikaptam, hosszú volt az 1 perc, de... De kettő a hallgatóknak. Kettő a hallgatóknak. Jó van, drága hallgatók, lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan, ha játszanátok, írjatok SMS-t, és igen, mindent elmondtunk. M1 Győri jó járhatott a Tatabányánál, pár kilométeres kereszt Robi küldte nekünk. Jó, egy szó mint 100, aki játszana, jelentkezzen, mi pedig jövünk, Ákos híre után. 6 óra után vagyunk, pontosan 48 perccel. Jó reggelt mindenkinek, Gyula, Gyumáig jó járhatott, Rafi nincs. Kaptuk SMS-ben, frontális baleset Nagybányok és Bonyhád között, lezárva az út. 1 órát kell várakozni, valamint Paks és Dunaszentgyörgy között baleset, és kint vannak már a rendőrök. Drága hallgatók, aranyosak vagytok, köszönöm szépen! Mennyi citrom? Citrom, nagy kereskedést tudnék nyitni, uh-huh. Úgyhogy jött egy csomó citrom. Már készül is a teácskám,
a kis filterecskémmel, úgyhogy nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm azoknak, akik hozták citromot, több is jött, úgyhogy elég. Most meg vagyok. Most tudnád mondani a mákos beiglit? Mákos és a füstölt árut, mert ha te itt a Nagyvállalatéren van egy olyan jó kis hentes, onnan egy kis kolbász, kis fehérkenyeret, egy kis mustárt. És ha ez is megvan, akkor 30 méter koaxiális kábelt, ha esetleg tudnál. Egy blankolót és egy forrasztópákát. Egy jó kis diós beigli. Na, drágák vagytok, köszönöm, ne hozzam már senki citromot. Megérkezett. Meg vagyunk. Több hallgatótól is, úgyhogy tényleg csak mondani kell, és behozzátok. Úgyhogy nagyon helyesek vagytok. Jó? Na, azt mondja, hogy a Dobozi úti lángososnál van egy trafi, ez Békés Csabán van, ezt Sasa küldte nekünk, úgyhogy mindenki vigyázom. Mi pedig játszunk, már itt is van a hallgatónk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Szia! Szia! Hello, ciao, ciao! Azt nézzük. Sanyi, hello, Sanyi! Honnan hívtál minket, Sanyi? Debrecenből. Mit csinálsz ott? Én cukrász vagyok, de most szabadnapos vagyok éppen. Mi szabadnapos cukrász? Hát mit csoda mázli, mit csoda mázli? És te vagy az, aki hajnali egykor írt SMS-t? Igen, igen, meg még 6-kor is írtam. De várjál, ha szabadnapos vagy, akkor mit csináltál hajnali egykor? Hát én fenn voltam addig. És ott ránk küldtél egyet, hogy hátha. Hátha, de mondta is, hogy én voltam az első. Szóval. Igen, te voltál az első, már most szeretnék jelentkezni egy fekete-fehérre, soha nem lehet elég korán kezdeni, és annyi a cukrász 0 óra 30 és 40, a 47. másodpercben jött meg. Igen, igen. Figyelj, hát mégis nincs mit vesztened, nem? Maximum egy esős. Hát egyáltalán nincs. Még 2 óra vezetnek hallgatók, szóval könnyű a helyzetem most. Igen. Na kivel, Sanyi? Janival természetesen. Megtisztelsz, köszönöm. Janival, hát egy cukrász, nem játszott mással, mint Janival. Mint a vevővel, mint a kedves vevővel. Bizonyám. Indítjuk az órát, 3-2-1, tessék. Sanyi, készültél kérdésekkel? Szeretnél kérdezni? Hát készültem egy párral, pontosan. Akkor kérdezek én, jó? Hát, ahogy szeretnéd. Elkezdtétek már sütni a beigliket? Hát, többen is dolgoznak ott. Ugye ma szabadnapos vagyok, de elkezdtük már. Elkezdtétek. Van erre egy hölgy. Beigli szakértő? Ő a specialista? Hát ő már 27 éve csinálja, szóval nem ma kezdte. Nem ma kezdte, igen. Hoppá! Ó, basszus! Azaz. Tehát nem is igenis, volt minden. 30 másodperc. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Azért, mert őszinte volt az érdeklődésem. Hát igen. Szép a Csani! 27 éve Bailey. A betyárját. De akkor ő mindig csak így karácsony előtt hívjátok be. De karácsony előtt egy hónappal bejön gyerekek. Marika Meló van. Jövök. De jó, nagyon jól játszottál egyébként. Hát köszönöm. Idáig. Hát de szerint nem akartam választani, mert szerint nem lehet legyőzni nagyon. Dehogy nem, nem mondd már, múlt héten is kikaptam. Hát sokszor hallgatunk téged, és téged elég nehezebb. A Balázs a legkönnyebb, azt tudjuk. Nem igaz. Nem? Hát a múlt héten ő vitte a hetet, ő nyerte meg a hetet. Hát ő gyerek, fújom a teámat, és egyszer csak így hátulról megszúrsz, megböksz, megtámadsz. Nehogy visszapattanjon aztán, vigyázzunk, visszapattam. Jó, most Sanyikám, na hát nincs ajándékcsomag. Hát nem baj, legalább ezt játszottam veletek, ez is jó. Ennyi? Helyes. Persze. Jól van. Köszi a játékot. Én köszönöm, sziasztok. Szia. Hello. Na akkor most hogy állunk? Hát 2-1. Kezdünk visszajönni. Ugye az éves játékban nagyon-nagyon csúnyán vezetünk, ott valami 30 nyerthetünk van. Uh-huh. Úgyhogy ha most ezt a hetet, a jövő hetet még oda is adnánk, netán, akkor sincs belőle semmi baj. De még az univerzum császáráért játszhatunk. Ne, kérlek szépen. A tejútrendszer császárságáért nem játszunk. Nem olyan szépen megnyertük a tavalyi évet is, és aztán a kis ötletet folyamán fél évig hallgattuk, hogy milyen szarok vagyunk, már bocsánat. Az univerzumot elvesztettük, igen. Az univerzum királya címe. Nem játszunk? A galaxis királyai, a tejútrendszer császárai? Nem. Ez az egy éven keresztül spórolsz, aztán bevisz a kaszinó, és földobod a pirosra kategória. Vagy bejön, vagy nem. Általában nem. Én szerintem az az igazán bátorság és tökösség feltenni. Uh-huh. Feltenni egy ilyet. Azt mondja, oké, gyerekek,
Az egész évet feltesszük. Igen. Aki a hetet nyeri, az univerzum királya. Az a baj, hogy... A világ a galaxis császára. Hogy addig, amíg még pörög a golyó, ez nagyon bátor dolognak tűnik. Utána, amikor már megállt, akkor meg már a legnagyobb lúzerségnek a világ. Ezt de tavaly be is bizonyítottuk. Az utolsó hét az 3 napos lesz. A csütörtök az már 24-e. Így van, 23-án vagyunk utoljára, de 23-án is már csak zenélünk, meg 22-én sem nagyon témázunk már. 23-án retrónap. Bizonyám. Arra a 3 napra bedobod az univerzum császár király. Hát ez egy közös döntés kell, hogy legyen, én szívesen feldobom. Hogy legyen a tejútrendszer, a tejútrendszer istenei címért, és onnan már nincs, onnan már nincs. Nincs visszaút. Nincs visszaút. Nincs visszaút. Na, jövünk vissza, és egy érdekes történettel folytatjuk majd 7 óra után. Témánk lesz az a kisfiú, akit ugye megkötöztek egy bizonyos óvodában, méghozzá egy Bács-Kiskun megyei község óvodájában, mert rossz volt. És a szülők állítják, hogy a kis Józsikának másfél órán keresztül kellett így ülnie és ennie. És a család feljelentést tett kiskorú veszélyeztetése miatt. A téma nagyon érdekes, és erről beszélgetünk majd, mert felhívjuk a kisfiú apukáját, hogy mesélje nekünk az esetet, és megkérdezzük hallgatóinkat is, hogy kinek mi a véleménye az esetről. Nem csak óvodai eseteket várunk, iskolai eseteket is természetesen. Lehet, nem lehet, hozzányúljon, ne nyúljon az én gyerekemhez, ne nyúljon az én gyerekemet, nevelje nyugodtan. Ha rossz, akkor nevelje meg. Az a tanár dolga, és az óvoda pedagógus dolga, bár óvodában talán az azért még nem annyira szigorú, mint iskolában. Hát mindenki máshogy gondolja szerintem. Erről jól lehet beszélgetni, jót lehet vitatkozni. Mindenkinek van egyfajta álláspontja, de talán nem mindegyforma. Közülük sem gondoljuk ezt mindegyformán. És ugye két vizsgálat is indult mondjuk az ügyben, az egyiket már lezárták, az azt állapította meg, hogy nem történt semmiféle súlyos dolog, tehát nem korlátoztak a gyereket ilyen szinten a mozgásában, meg a cselekvésében. Másik vizsgálat az még folyik, tehát hogy azért itt is van egy vélemény az egyik oldalon, meg egy másik vélemény. Nem igazságot akarunk tenni a dologban, igen, hanem meghallgatni, hogy valójában mi történt szülői oldalról, és aztán beszélgetni magáról a témáról, hogy ki az, aki egyet ért ezzel, legyen joga, ne legyen joga, hozzányúlhat, nem nyúlhat az én gyerekemhez. Ugyan se nyúlhat hozzá senki című szülői felkiáltás érvényes mondjuk az iskolában, vagy pedig a tanárnak igaza van, és ha az jár, akkor ha rossz vagy kisfiam, akkor a tanárnak igaza akkor van. Akkor valamit tenni kell, egyre kevesebb, igen, a fegyver a pedagógus kezében egyébként, uh-huh, a gyerekkel szemben, ez olyan hülyén hangzik. Igen. Aztán, hogy a lekötözés az ére, vagy nem, de hogy volt a lekötözés, vagy se. Kamrába. Igen. Na, úgyhogy erről beszélgetünk, és hívjuk az apukát, hogy mi történt egészen pontosan. Ezzel a témával jövünk. Ákos ide után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 11 perccel, hello mindenkinek! Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, szerda van, a hét legnehezebb napja, szerintünk legalábbis, de próbálunk mindenkinek segíteni, hogy egy kicsit könnyebben legyetek túl ezen a kicsit szürke, kicsit borongós, kicsit semmilyen decemberi szerdán, de mához két hétre viszont már tényleg... Jaj, de jó lesz! Már mindenki kicsit... Már szól kicsit a Vatizláv, mondjad! Két hét van ilyenkor, gyerekek, már legalább egy DJ Bobon és egy Snappen és egy Culture Beaten, vagy nem is tudom, egy Stereo MC, hát azt mondod, hogy Deep House lesz, nem? Nem, azt mondtam, hogy lesz az is. Tehát, hogy hozok be ilyen elemeket, 4 óráig nem lesz azért, nem tudom, nagy klubhívuszok. De egy kis Vadislav is becsúszik. Hoppá, mi hát retro és nagy klubslágerek. Nagy klubslágerek, tehát bővítjük a palettát. Nem csak retro, hanem nagy klubslágerek. Fét lesz, meg mit tudom én, BBE, meg BBE, meg nem tudom. BBE? Bebe. BBE. Aha. De. Tehát lesznek ilyen dalok is. Minden. Esetleg egy Prodigy, meg ilyenek. Szóval, aha, ja, Prodigy is. Ja, okay. Ilyeneket is tervezek berakni. Egy olyan szetetre laksz össze, hogy DJ Dominik szabadságot fog kivenni aznapra. Nem aznapra, egész évre. Ja, igen. Elmarad az év végén nagy bulia. DJ Dominik könyörögni fog a receptért, hogy csináltuk. Hogy csináljuk a rádió előtt és sírni. DJ Oti, mit csinálsz? Mit csinálsz, igen. Na, drága hallgatók. Hol voltál eddig? Igen, hol volt ez? Miért nem uralod a magyar DJ szakmát? Sőt. Vettem citromot 12:30-ra, ott vagyok, dorka. Drága, tényleg ne hozatok semmit, meg vagyunk, köszönöm szépen. És semmit az így nem igaz. Hogy? A citromot nem. Ja, így van, citromot már nem. Ugyanitt Nagyvárad téren egyébként a hentesnél a kolbásznak, fehér kenyének nagyon örül. Könnyed átfőtt csülök kicsi tormával. Hát van úgy, hogy a műsorvezetők a rohadt életben néha éhesek. Na, és valamikor egyikünk se készül olyan, amivel meg tudja kínálni a másikat, és ebből kire tudunk támaszkodni ilyenkor 4 órán keresztül? Rátok.
a ti szeretetetekre, és rátok, drága hallgatók. Tehát pont ahogy megálltok a Nagyvárad téren, ott van az a hentes, amikor úgy törött ketté azt a sült kolbász, hogy kicsit kifröccsen a szavcsésznyér. Jóféle fehér kenyérrel, kobászos uborkával, most fogj egy metrót, Laci, és menjél. Ha nem érkezik meg senki ezzel a kis csomaggal fél órán belül, de citroma meg vagyunk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Így van. Ugyanitt az se baj, a bontott vödör 25 liter fehér díszpert. Igen. Nem, a felemvét, tényleg, valami ilyesek vagyunk, nem tudom én is, hogy mi az oka, de még megőrülök, olyan ilyesek. Na, azt mondja, hogy közlekedési info gyorsan, koccanásos baleset a Döbrentei térnél, abba hagynád, Jani? Elraknád gyorsan, léci, mert tudod, ez most 10 perc lesz, hogy léci. Megvárom, mi kivasalod. Igen, ez na, jó, az holnapra jó lesz, tudod? Bármit. De miért hallatszik be csak ez? Mert nekem a fülembe, én fel vagyok hangosítva. Ez egy speciális mikrofon, ez erre van kitalálva, semmi más nem hallatszik be csak ez. Nem, az én fülem nagyon hangos. Mit? Megvárjuk, jó? Na, az alufóliát. Összehajtom. Jó, leveszem a fülesen, megvárom. Szólja kész, jó, várja. Nekem egy kiesik a szememet. Meg vagyok, várja, rend legyen, minden a helyén van. Most. Tessék! Folyik a vér a fülemből konkrétan. Negyed óráig hajtogat egy alufóliát. Hát nem, megőrülök. Az holnap még használod? Micsoda? Nem, az már megy a szelektívbe. Jó, de azért az elmúlt két évben ezt használta. Tehát, hogy már nagyon kopott az egyik oldala. Már tudod, már hullik belőle az Afrik. Levette a joghurtra, az alufóliát, hát milyen jó napig azért másik joghurtra jó lesz, az, ha nem pazarlunk. Döbrentei térnél koccanásos baleset van, autó a középső sávban, Hegyalja úton, lefelé óvatosan taknyos az út. Marti mi küldte nekünk, hatos úton Szigetvár előtt, Bocska Peterdél, drága fotók készít a hatóság. Bocska? Szerintem az én Bocska. Azt olvasom, amit a hallgatók küldenek, Bocskát írtak. Bocska Peter? Nem tudok fejben minden helyiség nevet azonnal átkonvertálni az igazira, úgyhogy hiszek nektek. Ha Bocska Peter, de írtok, én azt olvasom, ő B-vel írta. Tényleg Bocska? Azért na. Mondom, én nem konvertálok. Hiszek nektek. Nevezessetek félre, mert magamból csinálok ne. Nagyon könnyen jogos, hülyét. Jogos. Nem, én csináltam most magamból hülyét, tök jogos. Tehát Bocska Szigetvár mellett. Jobbra, ha szemből nézed a térdig. Így van, a riasztósok küldték nekünk, Szigetvár előtt így van, ezt küldték Bocska Peternél. Jó? Úgyhogy, kérlek, ne szólj ebbe bele. Na, igen? Hát ez zavard össze, jó? Akkor ezt figyeld. Bonyhár és Nagymányok között baleset miatt teljes út zár, az autókat visszafordítják, ezt Gábor küldte nekünk, valamint Kaposmérőben a Kaposvár felől érkezők mosolyogjanak a rend csendes őreire, mert hogy itt is munka van. Köszönjük szépen! Na, egy érdekes témával folytatjuk, szerintem ez is megosztja majd hallgatóinkat, ahogy lehet, hogy bennünket is, mert hogy történt egy eset a napokban, és már előre mondom, hogy nem feltétlen akarunk mi igazságot tenni, és nem akarjuk se az óvodát, se az óvónénit, se senkit bántani, csak meghallgatjuk a szülőt, hogy valójában mi történhetett, de ha valaki ott dolgozik az óvodában, vagy látta ezt az esetet, vagy az óvónéni hallgat bennünket, nyugodtan csörögjön be, mert nem bántani akarjuk. Viszont véleménye mindenkinek van a dologról, hiszen ha van gyereked és óvodába, iskolába jár, előbb-utóbb konfrontálódik majd a tanárral. És egy Bács-Kiskun megyei község és apró óvodácskájában történt ez, hogy megkötöztek egy 3,5 éves kisfiút. A szülők állítják, hogy Józsikának másfél órán keresztül kellett így ülnie és ennie. A család feljelentést tett, és kiskorú veszélyeztetése miatt. Meghallgatjuk az apukát, hogy mi történt. Ő azt mondja, hogy a gyermeket ez az eset nagyon megviselte, aztán pedig arról beszélgetünk majd, hogy lehet, nem lehet, milyen jogai vannak egy tanárnak, egy óvónénnek, és próbáljuk a témát kicsit kiszélesíteni tanárokra is, mert hogy óvodában azért talán ez ritkábban fordul elő, hogy komolyabb büntetést kell alkalmazni gyerekeknél, iskolában ez azért már előfordulhat. Nem ebben az ügyben akarunk igazságot tenni, nem, még egyszer, mert ugye itt ellentétes információk vannak, tehát az apuka szerint vastag zsinorral, kötéllel kezét, lábát összekötötték a gyereknek, az óvónéni azt mondja, hogy csak egy piros, vékony madzogot kötött rá, mint egy jelzésként a gyerekre, tehát nem ebben szeretnénk igazságot tenni. Az egyikük azt mondja, hogy órákon keresztül, igen, másik pedig azt mondja, hogy csak néhány percig. Igen, hát ugye, hogy másfél órán keresztül így kellett ennie. Hát ez azért is fura, mert másfél órán keresztül nem esznek sehol egy óvodában. Hát összekötött kézzel, lábbal biztos, hogy eltart egy darabig, ha így akarom ezt a dolgot tompítani, de nem akarom. Igen, nincs másfél órás evés. Szerintem. Igen. Na, itt van a kisfiú apukája, József. Hello, József, jó reggelt kívánunk. Hello. Jó reggelt. Szia. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, jó napot. Hát kinek reggel, kinek nap, ugye attól függ, hogy igen, ki mit csinál ebben a napszakban. Na, mikor történt az eset? Hát ez a tavalyi fejlesztő év végén igazából. Hogyha csak most
derült ki, vagy hogy ebből csak most lett? Nem most derült ki, csak hát itt volt más esemény is az obodán belül, és én arra vártam, hogy majd ezen a szelektív vagy rendkívüli szülőértekezlet, mert a szülők zúgolódtak, hogy mik történnek az obodában, ilyen szájleragasztás, lekötözés, ilyen ehhez hasonlók. És hát én vártam majd a fejleményeket, hogy vagy az önkormányzat, vagy valaki gyámügy, bárki ebbe beleszól. Na de hát ez ugye mivel hogy nem történt meg, sőt, igazából, hogy úgy mondjam, még a szülők is félnek magától ettől a társaságtól, így úgy döntöttem, hogy sok telefonálások árán mindenki vissza irányított az óvodához, és akkor besétáltam a rendőrkapitányságra, mert ezt helyileg nem lehet megoldani, és megtettem a bejelentést, hogy mi történt hogy az óvodában. Na, mi történt? Nézzük a konkrét esetet. Mikor derült ki, hazament, és elmesélte a fiat, hogy mi történt vele, vagy mit csináltak velem? Autóba ültünk, mentünk hazafelé, és mondta, hogy a Magdi óvónéni megkötözte a kezét. És kérdeztem, hogy hát is mivel, kisfiam? Azt mondja, egy kék kötélle. Ennyi volt az egész igazából, én ezt el is engedtem a fülem mellett, mert hogy ugye gyerekek témáznak, nekem ugyanis 4 gyerekem van, ebből 3 felnőtt. Tehát nem az első eset, hogy én gyerek problémákkal találkoztam. És igazából nem is tulajdonítottam én ennek nagy jelentőséget egészen addig, még én személyes szerint besétáltam az óvodába, és a Dajka néni mesélte el nekem, hogy tényleg nem fantáziált a gyerek, hanem ez megtörtént, és ő oldotta ki a kisgyerek kezét. De előtte még a nejem volt bent az óvodába, ő neki beismerte az óvónő, hogy ő valóban elkövette ezt, inkább őtől tőle tudja meg, mint idegentől. Uh-huh. Milyen kötél volt ez? Egy pici apró spárga, egy vastag kötél? Nem. Ez ami a téli kabátokban is szokott lenni, ez a madzag, vagy ez a melegítő alsó. Melegítő alsóban. Na most ezt azért tudni kell, hogy ez a kötél, ez igazából egy vékony kötél, de kötélnek kötél, és elég erős. Ha most van nálatok egy, próbáljátok meg összekötni egymás kezét, hogy ebből ki tudtok-e szabadulni, ki képtelenség. Igen, nyilván kérdés, hogy mennyire húzták meg ezt a csomót, meg mennyire kötötték össze, de abban igazad van, hogy ez tényleg összekötésnek minősül egy ilyennel. Igen. Mennyi ideig ült? Mert nyilván egy gyereknek más az időérzete, mint amennyi valójában történt, vagy történhetett. Mit mondott a fiat, hogy mennyi ideig kellett így ülnie? Azt mondta, hogy nagyon sokáig. A konyhás nénik elmondás szerint legalább, tehát amit tudnak, tehát ez a legalább egy óra hossza, de max. Másfél óra. Uh-huh. Kikötözték a székhez, az asztalhoz, félreültették, és ott egy széken kellett ülni? Nem, maga az eljárás is megalázó, mivel hogy összekötözött kézzel végighurcolta az óvodán, és még a konyhás néniknek is megmutatta, hogy nézzék meg, hogy így néz ki egy rossz gyerek. Tehát ez meg a lelkisérülés dolga, ugye? Ez már az a rész. Így van, erről van szó. Tehát a gyerek azóta az idegenektől rettenetesen tart, óvónőktől. Tehát teljes bizalmatlansága van minden felnőtt iránt igazából. Csak ha én azt mondom, hogy nem bántják, meg nem kell félni, mert itt az apa, akkor oldódik úgy fel, hogy... De amint megunja a témát, tehát azonnal ilyen dükkitörései vannak. Tehát elég komoly problémákat okozott ez az eset. És az egyébként lehet tudni, hogy mennyire volt ő valójában rossz? Mert ugye minden szülő nyilván kicsit szubjektíven nézi a saját gyermekét, és a gyermek rossz magaviselete nem ok arra, hogy mondjuk másfél óráig kikötözik, vagy körbehordozzák az óvodában, csak kérdezem, hogy mennyire volt renitens vagy renitensebb, mint az ő társai. Hát, sokszor volt rá panasz, mondták az óvonők, hogy neveletlen, nem tudjuk megnevelni, sokat beszél, bántja a többieket. Ez egyértelmű, de az én fiam, tehát egyértelmű, hogy volt rá panasz. Na de úgy gondolom, hogy amikor az én fiam hazajött azzal, hogy ez meg ez az óvodatársa megverte, vagy óvodástársa megverte, én ebből nem csináltam problémát. Tehát azért volt számomra ez fölfoghatatlan ez az egész, vagy a számunkra fölfoghatatlan, mert hogy az én fiam is hazajött azzal, hogy ez bántotta, az bántotta, és kérdeztem tőle, visszaadtad? Azt mondja, nem adtam vissza. De annak ellenére mégis... Na de ez most nem azt igazolja, amit én kérdezek, hogy a gyermeked rossz volt, hanem azt, hogy bántották. Én azt kérdeztem, hogy volt-e rossz, tehát panaszkodtak az óvónők, hogy kedves apuka, sokat beszél a gyerek, bántja a többieket, zavarja a foglalkozást, nem hagyja a többieket ebédelni, mert amit elmond az, hogy állandóan megverik a gyerekedet. De most én nem ezt kérdeztem, hogy áldozott-e a gyereket, hanem hogy rosszalkodott-e, vagy volt-e már rá panasz? Hát persze, hát melyik gyerek nem? Tehát most kérdem.
Nem, ez nem feltétlenül így van. Azért, hogy melyik gyerek nem, nyilván, hát vannak rosszabbak, vannak jobbak, hát van aki jól, vitt, jobb. Az én gyerekem is azért csibészkedik, tehát nem akarok pálcát törni fel, tehát csak kérdezem, hogy jelezték-e már az óvónők előtte, hogy vannak magatartásbeli problémák a gyermekkel? Persze, mondták, hogy rettenetes energikus, ha belefeledkezik a játékba, akkor egyszerűen nem tudnak vele bánni, mert nem lehet kizökkenteni a játékból. És kérték esetleg azt, hogy te segítsél nekik abban, hogy ne viselkedjen úgy bent az óvodában? Tehát, hogy kezeljétek persze, ezeket hát a problémákat? Fölhívták rá a figyelmet, hogy próbáljak meg vele beszélni. Na most ez megtörtént, de hát azért azt tudni kell, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egy 3,5 éves gyerekről beszélünk, akinek olyan mozgásigénye van, amit egy szakértelemmel rendelkező egyén, azt le tudja foglalni. Semmiképpen nem jó megoldás. De semmiképpen nem jó megoldás. Körbehurcolni, megalázni, kikötözni. Hát erről van szó. Tehát szerintem nem ez a megoldás. Nem, ez semmiféleképpen nem. Persze. Akkor ki kell vinni, futballozni, le kell foglalni a gyereket. De nem ez a megoldás, hogy fogom és akkor lekötözöm és végig... Az óvónénének azon mondata a nyilatkozatában van egy ilyen, hogy a kisfiúval már az elmúlt évben is viselkedési problémák voltak, amit a fejlődési naplóban rögzítettek. Ez igaz? Tehát te láttad ezt a naplót? A fejlődési naplót azt életemben először a rendőrkapitányságon az irat ismertetésnél láttam. Én ezt a papírt soha életemben nem láttam, meg nem fogtam, alá nem írtam. Uh-huh. Erről tudni kell. Ebben benne volt ez a mondat? Hogy fejlő viselkedési problémái vannak a fiadnak? Persze, uh-huh. De az óvónő írta. Jó, csak te ezt nem láttad. Oké. Okay. Az óvónő írta, ezt szakember még eddig nem támasztotta alá. Uh-huh. Hova jár most a gyerek? Most Kiskörösre a Mohácsi úti óvodába, de na, ez még a jövő zenéje lesz, hogy marad-e. Tehát most elhoztátok, most nem jár oda? Oda sem jár, mert összefonódások vannak. Tehát az ottani óvoda vezetője és a kaskantyú óvoda vezetője nagyon jó barátnők. De várjál, most az óvoda se jó? Nem az óvodával van problémám, hanem egyetlen egy személlyel. Tehát a mellette lévő óvónő az tökéletes, tehát ez tényleg egy gyermek párti, hanem itt... A Kiskörösi óvodának a vezetője is a gyermekem ellen vallott. Na de mit csinál? Bosszút áll a gyereken azért, mert a barátnő... Ellene vallott a gyerek ellen, mert őt is megkérdezték, hogy viselkedik igen, a gyereket, igen, mert és ő is azt mondta, hogy viselkedési igen. A Magdi beidéztette tanúként, hogy tanúsítsa, hogy az én gyerekem mennyire kezelhetetlen. Jó, nyilván vannak ilyen típusú gyerekek, meg nyilván ezt egy szülő talán nehezebben ismeri be, de okot akkor sem adhat arra, hogy lekötözzék. Ez egy baromi nehéz kérdés, és mi is ezért beszélünk erről, hogy hol van a határ, mindenkinek máshol van a határ, mit engedhet meg magának egy tanár. Egy óvodában, egy óvónéni talán még azért más tészta, mert ott valójában nem szabad semmilyen szinten megfénytelni a gyerekeket, hiszen tényleg nagyon kicsikről beszélünk. 5-6 évesen már az óvoda vége felé azért hát hallok óvodákat, hogy miket alkalmaznak, de nyilván ez abszolút megkérdőjelezhető. És ez nem egy jó megoldás, ráadásul nem egy 3,5 éves gyereknél. Iskolában az megint egy más kérdés, hogy ott mit csinálnak. Mit csinálnak tanárok. József, köszönjük szépen, hogy elmondtad nekünk. Nincs mit szívesen. Nem tudunk igazságot tenni a beszélgetés célja, nem is ez volt igazából, nem hogy kinek volt, van igaza. Egyszerűen csak akartuk hallani az esetet szülőként, és aztán mi erről beszélgettünk, majd ebből csinálunk témát. Jó. Jó, köszönjük szépen. Nincs mit. Köszönjük szépen. Hello. Szia. Na, hát ez egy nagyon érdekes és megosztó téma. És megosztó téma lehet, hogy mit engedünk meg a tanároknak, mit engedünk meg az óvónéniknek, hol szólunk bele, hol nem szólunk bele, meddig mehet egy tanár az én gyermekem megnevelésében. Milyen jogai voltak régen, milyen jogai vannak most, mennyi mindent vettek el a tanároktól, és nézzük az iskolát is szerintem, mert az OVI azért az véleményes. Hát ott tényleg kicsikről van szó. Na, nem? Az, igazából ők rosszak, leginkább iskolában lesznek majd. Igen. Az én fiam már igen. Most is. Tehát jó, a középső hát... csoportban már nagyon tudja ezt. Nagyon tudja ezt a történetet. Na azért izgalmas a dolog, mert azt mindannyian tudjuk, meg elmondhatjuk, hogy se az óvónénik, se a pedagógusok kezében nincs, ez rossz szó, de fegyver. Tehát nincs fegyver, nem lehet, most már semmit nem lehet csinálni a gyerekkel, és én meg azt gondolom, hogy igenis van olyan gyerek, aki bizonyos célokon túllő. Tehát hogyha valaki a táskáját dobálja a harmadikos, negyedikes osztályban a tanárához, azt igenis meg lehessen fogni a karjánál fogva, és azt mondani neki, miután 50-szer rászóltál, Jani, 50-szer rászóltál, hogy ne csináld, akkor én megfognám, és szerintem be lehet zárni. Vannak, én meg azt mondom, hogy igenis vannak a kezükben a pedagógiai eszközök,
hangsúlyozom, pedagógiai eszközök az óvónőnek a kezében is. Tehát, hogy egy picit több türelemmel, kicsit több odafigyeléssel, nem egyben mosva egyébként az élénkséget, a fejlődési zavarral meg hasonlók, mert azért valljuk be őszintén, simán előfordul. Biztos ti is tapasztaltátok, mi ezt konkrétan tapasztaltuk annak idején, hogy a gyerek csak azért, mert élénk volt, csak azért, mert pörgős volt, csak azért, mert tele volt vitalitással, nehezen kezelhetőnek lett titulálva, és vele is előfordult az, egy egészen konkrét esetről beszélek, megtörtént, hogy egy ilyen óvodai összevonáskor nyáron egy másik óvodába vitték át a gyereket, lehet, hogy azért nem is ismerték, vagy mit tudom, én nem tudtak róla annyit, fogták, és a gyereknek beragasztották a száját, mert beszélt. Beragasztották a szájába. Mentük a gyerekére az óvodába, és akkor kérdeztük, hogy mi volt aznap, és azt mondta a világ, hogy képzeljétek el, beragasztották a számot, mert beszéltem a csendes pihenő alatt. És hogy azért, tehát vannak gyerekek, akik ezt traumaként érik meg, vannak gyerekek, akik meg se kottyan, megrántják rá a vállukat. És te megkérdezted aztán, hogy az óvónéni? Igen, megkérdeztük, ott konkrétan az történt, hogy előre figyelmeztették úgymond a virágot, hogy ha nem maradsz csöndbe, akkor be lesz ragasztva a szád. És nyilván hát ez úgy hangzik, tudod, ez mint a hátra kötik a sarkat, vagy valami hasonló. Igen. Körülbelül ilyesmi retorzióra számítottak, aztán a virág legnagyobb megdöbbenésére természetesen nem fejezte be a beszédet, beragasztották egy ilyen vastag szigetelő szalaggal, vagy luxál a száját. De van olyan gyerek, aki ezt úgy éli meg, mert hogy nincsen két egyforma gyerek egyébként, és ezért is nagyon nehéz hivatás ez, nincs két egyforma gyerek, valamelyik úgy éli meg, hogy totális megaláztatás, és utána befeszült tőle, befelé fordul, félni fog a felnőttektől, ahogy például ezt a Józsi is vázolta most, van, aki pedig egyszerűen csak jó, de akkor te azt mondod, hogy ne nyúljanak a gyerekhez. Nem, tehát ne nyúljanak fizikailag hozzá. Nem lehet a gyereket fizikailag, iskolában sem. Pedagógiai eszközökkel kell. Aha. De mikor már 500 nézzük az iskolát, jó? Ugorjunk át az iskolára, mert szerintem az ott igazán nézzük. Jó, azt is szerintem van az Oviban is van, igen. Nekünk például konkrétan volt olyan esetünk, aki egy kisgyerek, aki harapott, rúgott, akármicsoda, a szülőknek szóltak, hosszú hónapokig próbálták kezelni a történetet, és nem lehetett hozzá nyúlni, mert nincs rá semmi. Tehát még annyi se, hogy külön válaszd a többiektől. Szerintem igenis lehet sarokba térdepeltetni egy gyereket a megaláztatás eszköze nélkül, de szerintem ezt meg lehet úgy oldani, hogy leülsz a csoporttal és elmondod, hogy büntetésed van, mert 51-ére szólok, drága gyerekem, hogy nem kenjük a lekváros kenyeret a falra. Nem. Na de az ő tehát azt a fizikai erőszakot, amit a gyerek képvisel, azt egy még erőteljes fizikai erőszakkal próbálod meg semlegesíteni? Csak nem tudom, hogy mi a másik fegyvered. Elmeséled neki 51-ére, hogy nem kenjük oda a lekváros kenyeret? És közben a másik 29 gyerekkel meg nem foglalkozol? Érted? Vagy menjünk tovább. Az iskolában konkrétan van olyan gyerek, aki zavarja a tanítást, de ténylegesen. Úgy, hogy a másik, a te gyereked nem fog tudni tanulni, mert van egy olyan, aki mindent tönkretesz. Akkor mit csinálsz? Le fogsz vele ülni. De mit csináljon a pedagógus? Mennyi az keverjen neki egy pofont? Nem tudom, hogy keverjen. Mert hogy ez a gyerek pofont. Csak ebből de ér. Most semmiféle fegyver nincs, sőt, hogyha valakit meglegyintesz az iskolába, vagy tovább megyek, amit mondasz, hogy oké, fiam, akkor te most beülsz a szertárba egy 15 percre az óra végéig. Ülj be itt a fizika szertár, tessék, robbansd magadra, azt azért ne tedd meg. De hát valamit kitálok, akkor a szülő be fog jönni, és a pedagógust fogja megütni, megverni, leordítani, hogy mit képzel magáról. Lehet, hogy megint én vagyok az öreg ember, szívesen vállalom a maradi izé, de bennünket igenis megdobáltak kurzcsomóval, nekem igenis fájt a pajeszom, azt mégis fölnőttünk. Érted? Nem lehet visszasírni. De mindkettőtöket értem, és azt hiszem, hogy mindkettőtöknek részben igaza van szerintem. Janinak abban, hogy az én gyerekemhez ne nyúljon, de neked abban, hogy igen, túl liberalizált ez az egész történet. A tanároktól elvettek minden olyan lehetőséget, ami fegyelmet adott a kezükbe. Jelen pillanatban a tanároknak se tisztelete, se respektje, se igazi hatalma, se semmilyen eszköze nincs arra a jó szón és a tanítás és a nevelési szándékon kívül, hogy 30 gyerekből egyébként 10-et, aki renitens, viselkedészavaros, agresszív, verekszik, megfegyelmezze úgy, hogy legyen valami tisztelete. Nem hiszek abban, hogy naponta a gyereket kell balra jobban lepofozni. De gyerekek, a mi időnkben bejött a tanár, én úgy fostam tőle, hogy így álltam vigyázva az orosz tanárom előtt, mert olyan respektjük volt, hogy odajött, és igen, felhúzta a pajaszomat, és féltem tőle, és nem mertem dumálni. Aztán már gimibe dumáltam, mert ott már nagyobb szám lett. De megvolt egyfajta tisztelet. És az a nehéz ebben, hogy hol húzod meg azt, amit még a tanár kezébe adsz, de ami most van, az viszont a másik véglet. Ez az egyest adok, bemegy a szülő és megveri a tanárt, rondán nézek a gyerekre, bemegyek és reklamálok, hogy te nem nézhetsz az én gyerekemre rondán, esetleg hangosan rászólok, hogy Pistike, üljél le, mert 30 gyerek egyébként tanultál, hogy hülye vagy, mert anyád is hülye egyébként, meg apád is hülye, meg nem viselkednek veled, meg ne üsdököl le Lajzi Nórika arcát, mert vérzik már az óra,
és érted, előveszi a gyerek a pillangók, és elkezdi pörgetni, és megfenyegeti a tanárt. Hát milyen világ ez? Igen. Hol élünk? Érted, nem? Hogy nincs meg az a tisztelet, a gyerekben nincs meg, nincs. Hogy akkor legalább egy picit, mert rám szólt, mert ő a pedagógus, a tanár, hogy legalább ennyit hoz otthonról, hogy viselkedj tisztességesen azon a rohadt 45 percen. Beszélj vele úgy, igen. Tiszteld, féljél attól, hogy ha nagyon szemtelen vagy, akár egy pofont is kioszthat, nem lenne baj. És ennek a világnak, és ennek az országnak sajnos nem biztos, hogy ártana, hogy a tanárok visszakapnának egy-két olyan lehetőséget, hogy igenis legyen eszköz a kezükben. Mert vannak iskolák, ahol tényleg azt látod, hogy négyen körbálnak és megrúgdosnak egy tanárt, és a tanár magához szorítva a naplót, kimenekül. Hát nem mert, hogy megrúgni, érted? Hát úgy feleltem, hogy vigyázz, vártam, kicsit pisis volt a gatya, érted? Valaki ezt hangosan odaszólt, hogy jött az orosz. Az orosz tanár felhúzta a pajaszom, olyat rám vágott a T-alakú favonalzójával, érted, hogy azóta sebes a hátam. És volt bennem tisztelet. Nem az erőszak miatt, hanem mert tudtam, hogy a tanár megtehet. Tehát, hogyha nem mondtad volna, akkor rákérdezek. Nem is kellett, hogy megtegye. Az erőszak nem. Volt, ami miatt tisztelted a tanárt? Mert nem. Nálunk voltak olyan tanárok bent általános iskolában. Volt ez a kategória is, amit ti mondtok, a pajasz csavaros is, de az leginkább tornatanár volt. De hogyha bejött hozzánk egy történelem, vagy egy földrajz, vagy egy magyar tanár, azelőtt ugyanígy vigyázba álltunk, mint ahogy te is vigyázba mert álltál. Mert a lehetőség előtt, ott volt a kezében. Egyébként igen. Lehet, de olyan tekintélye volt ezeknek a tanároknak, hogy meg se fordult a fejedbe, hogy te renitenskedjél. Nincs, igen. Se a tanároknak, se a tanári pályának, se a tanári hivatásnak. Nem mondta, meg neked sem mondta azt, Jani, apád otthon, hogy nem baj, szóljál nyugodtan vissza. Nem, az én apám az azt mondta, hogy igen, hogyha nem, azt mondta, hogy még jól el is verelek, ha még egyszer probléma lesz. Így van, érted? Tehát, hogy ennyi. Tehát a szülő azt mondta, hogy fiam, a tanárnak igaza, ő a tanár most. A szülő azt mondja, hogy neked van igazad, ez fiam, ne hagyd magad, nyomd le a tanárt, bemegyek, meg én is sorsekben rúgom, szórakozik vele egy Józsik, oda meg olyat ráverek a 120-as merciből, kipattanok, az egy merciel, úgy fejbe vágom, hogy érted, éket nyitok a fején, érted? Ezzel szórakozom meg az én gyerekemmel, mert fölnyitom az iskolát. A problémának egyébként ezt szerintem a megoldása, vagy legalábbis én azt gondolnám, hogy ténylegesen a tanár és a szülő között legyen olyan párbeszéd, aminek a végkicsengése az, hogy a tanár tisztelni kell, és hogy a tanára oda kell figyelni, és szót kell neki fogadni, mert ő. De nem az legyen, hogy amikor a gyerek hazamegy, akkor még a szülő rátesz egy lapától. Igen, mit mondod? Mi? Az én fiamat? Nem megyek, azt szétütök mindenki. Tehát, hogy a szülőnek támogatnia kell, és segítenie kell a tanárnak a munkáját. Hogy legyen tekintély annak a tanárnak, és ne kelljen eljutni odáig, hogy adott esetben tényleg megcsavarja a pajeszt, vagy pedig hátba vágja a témonal. Én egy nagyobb pofonnál, amit nem én kaptam, nekem az annyira erős volt, hónapok így ültem, hogy de sajnálok téged, de jó, hogy nem én kaptam, viszont csöndben vagyok. Szóval, hogy annak azért volt pedagógiai értéke. És nem azt mondom, hogy a tanárok hozzuk vissza, hogy a tanárok hülyére verhetik a gyerekeket, nem ezt mondom. Csak kicsit több lehetőséget a kezünkben. Egy nagyon kicsi fordítás a sztorin, van egy renitens az osztályban, aki a virágot veri meg. A pedagógus nem szólhatott közbe, mert nincs fegyvere, akkor te mit szólsz, érted? Igen, és azért, hogy betörték az orrát matekorán, mert ott igen, van, ott van, eltörte ott a Zoli a vonalzómat, a kis Petike meghúzta, kitépett egy csomó hajat, akkor te mit mondasz? Bemész, és azt mondja a tanárnéni, bocsánat, apuka. Ebben az esetben mi egyébként, ahogyha van ilyen, vagy volt is, akkor megyek a szülőhöz. Értelek, hát igen, csak igen. Ahogy a te gyerekedet nem fegyelmezheti, meg elvárnád, hogy a másik gyereknél azért védje meg a te gyerekedet. És ha nincs eszköz a kezébe, akkor nem tudod, hogy a te gyereked mikor lesz áldozat. Nem biztos, hogy mindig ő az elkövető, lehet, hogy áldozat. És ott ül, érted, és hárman verik. Na, ezért mondjuk, hogy érdekes a téma, drága hallgatók, írjátok meg nekünk pro és kontra, ki mit gondol, kinek milyen tapasztalatai vannak. Ha megalázták a gyereketeket, és nem volt jogos, írjátok meg azt, hogy mi történt. Lógva kellett a bordásfalú lógni a 10 percig sírva, miközben nézte egy osztály. Na, ezzel is értünk egyet, jönnek ilyen SMS-ek is. Kinek lehet igaza szülőként, mit gondoltok erről? Jó, küldjétek az SMS-eket, jövünk Ákos hírei után. 3.48, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy érdekes esettel foglalkoztunk a hírek előtt, ugye megkötöztek egy 3,5 éves kisfiút egy Bács-Kiskun megyei község óvodájában, és arról beszélgettünk, hogy jó világ ez így, vagy máshogy kellene csinálni, vagy tágítottuk a dolgot, iskoláról is beszélgetünk. Hol a hiba? A gyermekben, a szülőben, az óvodapedagógusban, a tanárban, egyáltalán mit lehetne csinálni, mert az egész rendszer valahogy nem működik. És többféleképpen látjuk, van, aki azt mondja, hogy nem lehet hozzányúlni, és nem ilyen körülmények között a gyerekhez, van, aki azt mondja itt a stúdióban, hogy már pedig igen, lehessen a tanárnak olyan eszköze, amivel akár testi fenyítést is alkalmazhat, nem mindig, nem csak egyetlen eszközként, nem mindig ezt, de ha már nincs más, akkor igenis.
ez visszaállítja a tiszteletet. Az optimális és gyönyörű világ az nyilván az, amikor olyan pedagógus van, aki személyiségével lehengerlően igen. le tud mindenki. De ne törekedjünk nem. erre. Persze, értem én meg, mindig írjátok ezt, hogy Jani, te álomvilágon élsz. Nem, csak szeretnék élni abban, és erre törekszem. Tehát, hogy olyan jó lenne, hogy tényleg erről lenne szó, hogy egy pedagógusnak nem kell az, a kezét használni, meg a pecsét gyűrűt, meg a kulcsomagot, meg az osztálynaplót ahhoz, hogy neveljen. Igen, csak ez sose lesz, mert szerintem ez nem tudom, ha 30 gyerek van ott van zűr. A legnagyobb baj szerintem, és amiről még nem beszéltünk, hogy a szülő-tanár viszony is teljesen más egyébként. Tehát amíg a gyerek azt érzi, hogy a szülő se veszi semmibe a tanárt, és lenézi, és azt mondja, hogy így beszél, és ezt csinál, és kettes, ne hármas, ötöst adjál a gyerekemnek, és majd én megmondom, hogy te mit tanítasz. Addig ő mit hoz otthonról? Azt, hogy a tanár nem ember, nekem van igazam szülőként, neked van igazad gyerekként, és mi majd ketten összefogunk a tanár ellen. Tehát régen tényleg kaptál otthonról egy igazolást, egy önigazolást, hogy már pedig neki van igaza, őt figyeld, ő a tanár, ő mondja meg. Most mi van? Szülő-gyerek összeállva szapulja a tanárt, mert a tanár nem ember, és a tanári hivatás az valójában semmit nem ér. Csak egy nem? példa még. Náluk az az alaptézis, hogy a pedagógusnak, a tanárnak van igaza. Igen. És igen. aztán beszéljük meg a dolgot. Egy példa még óvodából, csoportban 8 gyereknek mondták azt a szüleinek, hogy akkor kellene egy kis fejlesztést csinálni, mert a gyereknek vannak ilyen olyan problémái. A 8-ból 2 mentek el erre a fejlesztésre. A maradék 6 azt mondta, hogy ez az én gyerekemnek az semmi baja nincs. Na, ez is milyen érdekes. Érted? Én is hallok olyan szülőről az óvodába, akinek elmondták, hogy hát itt kéne még maradni egy évet a gyereknek, mert nem iskola érett. Nem akarta gyújtani az óvodát. Konkrétan, hogy az ő gyerekére ezt hogy merik mondani, hogy nem iskola érett. Ahelyett, hogy örülne, hogy még egy évig óvis lesz a gyerek. Érted? Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Évi, te óvónő vagy, ugye? Igen, óvónő vagyok. Jó, hogy egy óvónő is, vagy egy tanár is meg tud szólalni. Mit gondolsz, vagy mi a véleményed? Óvónőként nem tudom, én nem vagyok olyan az erőszak híve, de például nálunk is az én csoportomban 30 gyerek van, és volt olyan szülő, aki úgy kezdte az évet, hogy hát ne aggódjon, Éva néni, nyugodtan oda lehet súzni a valagára, hát nem lesz abból semmi baj. Én is azt szoktam otthon. Úgyhogy elég, már én tényleg nagyon nem szeretem, én nem is szoktam ilyen, hogy akkor... Uh-huh. Nem tudom, én nem vagyok nagyon ennek a híve. De szólt, inkább hogy az ő gyermekére oda sózhatsz nyugodtan. Hát igen, uh-huh. de nem, sose fordult még elő, olyan, hogy rákiabálok olyan, igen, mert hát sajnos azért. Hát igen, hát az óvodás ember azért sokan elfelejtik, hát 30 gyerek, 30 sír, 30 ordít, kínozza a másikat, verekednek, rosszak, beszélnek, hát persze. Igen, hát, igen. Ez sajnos igazániból tényleg nagyon megvan kötve a kezünk olyan szempontból, hogy hát a mai gyerekekkel nagyon nehéz. Hát mondjuk én nem vagyok túlságosan öreg óvónéni, de egyszerűen nagyon nehéz, borzasztóan nehéz bármiféle eszköz nélkül, mert hát nagyon sok szülő, ugye bár úgy gondolja, hogy az ő gyereke szent és érthetetlen. De sajnos nincs ilyen. Minden gyerekben van valami kis rosszaság, és hát az óvodába elő szokott jönni, aztán valahogy valamit csinálnunk kell, de hát nagyon nehéz. Na de te örülnél neki, hogyha lenne egy olyan eszköz a kezedben, mint a testi fenyítés? Hát baromira nem, de... hát egyszer majd olyan volt, én olyan csináltam, majd hát nem azt, hogy csináltam, de volt egy olyan eset, hogy én is mondtam egy kislánynak, hogy gumburgum, most már be fogom elvasztani a tácskára, de sose történt semmi ilyesmi, de hát persze. Igen. Igen, hát mások a mai gyerekek azért azt, hogy igen, szóval a szülő-gyerek viszony is nagyon megváltozott, ezáltal változik az óvodapedagógus és a tanár viszonya a gyerekkel, mert a gyerek sokkal többet gondol magáról, és sokkal többet enged meg, mint régen. A gyerek nem tiszteli a szülőket, hát ez egy nagy-nagy-nagy generációs probléma, és nincs is egyértelmű megoldás, mert baromi összetett szerintem. Tök más, hát hogy állnak a mai gyerekek a szüleikhez, mint mi álltunk a szüleinkhez, a kevésbé tisztelik őket, sokszor nem szabad általánosítani, de inkább haver a szülő, inkább sokszor barát, és nem csak szülő, nem is annyira szigorúak a mai szülők, szóval nehéz igazságot tenni. Köszi, hogy elmondtad, rengeteg SMS-ünk van, megyünk még tovább. Ciao. Jó, rendben, szia. Jani vagyok, én például kulcssal kaptam a fejemre, vagy éppen hozzám vágta a tanárnő, mellesleg többszörös karate bajnok volt a nő, nem kellett többször szólni, hogy fogjam be, vagy figyeljek az órán. Volt úgy, hogy fenékbe rugott, vagy medici labdát hozzám vágta, hogy azzal focizzak. Én óvodás koromban az ujjamat szopiztam, a másik kezemmel a hajamat tekertem, azért, hogy a foglalkozásával részt vegyek, bekenték az ujjamat erős paprikával. Na, hát ez a túlkapás. Ez nyilvánvaló. Ezek a túlkapások.
Sajnos a hülye szülők vannak a jogaikkal tisztában, ha az én gyerekemmel lennének problémák, erősen elgondolkoznék, hogy mit rontottam el a fiamat. Arra tanítom, hogy amikor óviban van, az óvónéni szava szent. De jó. Hát ez egy jó hozzáállás. Igen. A tornatánál sorakozónál, ha valaki rossz volt, oda dobta a sípját, hogy vigye vissza neki, amikor visszavittük neki a síppal, akkor átütött a fejedre, hogy utána úgy álltunk a sorban, mint a katonák. Mégis jó tanár volt. Én ezt adom, ezzel szerintem nincs baj. Ez még bőven belefél. Síppal rávág a fejedre, egy hétig utána olyan csöndbe vagy a tornaórán, hát szerintem ezzel nincs baj. Pedagógusként azt mondom, soha semmilyen körülmények között nem szabad fizikailag bántani egy gyereket. A tanár kezében is van eszköz, azokat kell alkalmazni. Más a viselkedés zavar, és más az, amikor valaki rossz. Régen persze lehetett a tanárnak erőszakot alkalmaznia. Gondoljatok bele, mennyi gyerek lett ettől mentálisan beteg, szorongó. Ezt Attila írta nekünk. Szakmunkás képzőiskola, gyerekek, nem hiszitek el, mi történik. Amikor a tanár fegyelmezni próbálja a tanárt, azt mondja a tanárnak, hogy a gyerek, hogy bejön az apám és megveszi az iskolát. Na itt kezdődnek a problémák. Jó, ezzel nehéz mit kezdeni. Mert nehéz válaszlépést mondani, hogy én meg nem tudom, mert én pedagógus vagyok, nekem nincs annyi pénzem, mint apádnak. Igen. Figyelembe kell azt is venni, hogy régen volt tekintélye egy tanárnak, mert egy szép hivatásnak számított. Manapság a tanári főiskolára az egyik legkönnyebb bejutni. Boldog-boldogtalan tanárnak áll. Van ebben igazság? Van nagyon benne, nagy van igazság benne. Van, igen. Meg annak is, akinek nincs hozzá érzéke, még az is tanárnak. Régen más volt, és csak a tanártól tudott tanulni a gyerek, manapság ott a Google, aki okosabb mindenkinél. Szerintem ennek is köszönhető a változás, Sanci. Igen, nyilván a tanári szakma is ígult. Bőven, persze. Tehát tök más, mint a 30 évvel ezelőtt. Pedig nemhogy fontos, talán a legfontosabb hivatás. Igen. Az a baj, hogy amíg a legtöbb ember azt sem tudja elképzelni, hogy egy apró dologban egy másik ember másképp vélekedik, az a probléma fenn fog állni, mert a legtöbb szülő nem tiszteli, nem csak a pedagógusokat, hanem a legtöbb embert, vagyis a legtöbb szülőt se, így a gyereke se fogja megtanulni a tiszteletet. A pedagógus véleménye vagy tanácsa pedig csak egy támadás lesz a szülőnek. Erről beszéltünk mi is, igen, ez így van. Egymás felé sem a pedagógus felé. Igen. Beszoktatáskor a szülő közölte, ha haja szála is meggörbül a gyereknek, elvágja a torkomat, írja egy óvónénus. Mit csinálsz egy ilyen szülővel, érted? Jó, hát ez egy totálisan antiszociális elem. Igen. 60-as években ilyen jellegű fegyelmezés általános volt, mégis felnőttünk, büszkén emlékszünk vissza. Fene se tudja, hogy mennyire vagyunk büszkék, de az ember él. Az emberben elevenen él az egy-egy nagy pofon, amit kapott. Nem lehet az iskolába termekbe kamerát betelepíteni, később bizonyítható, hogy kinek van igaza. Hát az iskola rendszer most pont arra van, hogy anyagilag felkészülve, hogy bekamerázzunk és rögzítsünk mindent. Először az egy kis fizetésem is a tanároknak, az óvodapedagógusoknak, az óvónéniknek, hogy meg tudjanak élni, aztán majd utána telepítünk kamerát. Szóval azt mondom, túlkapások nem, nyilvánvalólag, de hogy vissza kéne adni valamit, fegyvert, idézőjelesen mondom, a pedagógus kezébe, az biztos, és otthon a szülőn múlik megint nagyon sok minden, hogy te hogy engeded el a gyereket. Igen. Jó, az összes aspektusát szerintem igen. A dolognak megbeszéltük, úgyhogy köszönjük szépen sok-sok hozzászólást. Játszunk, mit mond Dori, ez a kérdés, már is játszunk valakivel. Visszafelé beszélünk. Aki kérdez? Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásítjellán, mime? Aki válaszol? Halló? Ki az, aki válaszol? Hello, sziasztok, Itep vagyok. Peti. Szia, Peti. Hello, Peti, jó reggel, csá. Itt már meg sem szól. Jó reggel. Ciao. Mi újság, honnan hívtál minket? Hú, hát jelenleg Szombathely, merről? Amúgy Tatabányai vagyok, épp hazafele tartok. Hazafelé tartasz. Dolgozóból? Igen, nemzetközi fuvarozásban dolgozok, és most értem haza. Jössz egy kicsit pihenni. Igen. Ilyenkor mennyi a pihenőidőd? Mennyit vagy itthon? Fú, hát ez változó. Van, hogy egy napot, van, hogy két napot. Hát attól függ, hogy tudok visszapakolni, és akkor kifele indulni. És milyen hosszú utat pihensz ilyenkor ki? Tehát még itthon vagy egy napot, hány hónap, vagy hány hét után? Ja, én csak oda-vissza járok. Mondjuk kimegyek Angliába, és akkor visszapakolok, és jövök haza. Kálén keresztül? Igen. Ó, hát akkor ott te is tudnál erről mesélni. Hát, lennének róla meséim. Igen. Jó, már a helyzet állítólag meg eltakarították a rendőrök Hát valamivel jobb. A romokat, a nyomokat, megpróbálják a menekülteket leszállítani az autópályáról, levinni őket. Hát az igazság, hogy valamivel jobb, de az kérdés, hogy meddig lesz így. De az biztos, hogy amikor elmentek mellette, hát nagyon-nagyon büdös van.
Igen, hát beszéltünk ugye múlt héten is a kamionos esetéről, akit azóta egyébként ki is rúgtak, ahogy hallottuk. Na figyelj, mutatjuk, hogy mink van, illetve pontosabban mondom, hogy miből élünk, jó? Van állatunk, helységnevünk, híres emberünk és tárgyunk. Hogy? Ja nem. Nincsen már városunk, az nincs. Állat van, híres ember és tárgy. Szerintem legyen az állat. Az állat. Hm. Jó, na figyelj, indítjuk az órát akkor. Jó, elindult az óra. Figyelj, mit mond Dóra? Ez a kérdés. Atyuk sakraf. Jó. Farkas. Na. Farkas. Fú. Na, mutatom még egyszer. Atyuk sakraf. Atyuk. Atyuk. Farkas kutya. Ah, így van. Ami ugye nem létező nem állat, ha farkas német juhász, igen. Mert ugye így szólt. Atyuk sakraf. Farkas kutya. Így van, farkas kutya. Ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Még időben. Jó, megy ez a játék a hallgatóinknak. Ügyesek vagytok, pedig így elsőre nem is biztos, hogy... Hát pedig elég fáradt is vagyok. Nem baj, megvan az ajándék csomag, ez a lényeg. Jó? Az Ariel-nek üzenem, ne hívjon, én vagyok az. A kamionos társ. Igen. Ezt ő biztos érti. Köszi a játékot, ciao. Köszönöm szépen. Hello, ciao. Szia. Na, 3 perc van 8 óra, jövünk. Ákos hírei után, gyerekek, köszönjük szépen a reggelit. Nagyon helyesek vagytok, a nagyváradtéri hentes olyan reggelit küldött nekünk, hogy csokoltatjuk. Van még becsület és tisztesség a világon, hogy kicsit tarhálunk, és azonnal itt van. Csokoltatjuk. Olyan csomagot állított nekünk össze, rántott sajt, krumpli, kolbász, véres hurka, májas hurka, dagadós, tifolder, töltött káposzta, pacal, velővel, subló, csikos palát. Igen. Janinak, mert tudjuk, hogy vega, ugye, rétes, túros. Köszönöm szépen, de én már a látványal jól laktam volna, ahogy néztem, ezek srácok tömékbe egymás után, egy kis mustár, egy kis torma, egy kis kolbász, egy kis hurka. Fölhúzzuk magunkat a vita hevében, tudod, így inkább. Éreztem is, hogy lefolytott benneteket az emésztés. Igen, drágák vagytok, úgyhogy köszönjük szépen. 2 perc, 8 óra jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, hello! Hát ez miért fejtem mindig el meg? Azért, mert hogyha megetni a 1,5 kiló kolbászt. Na, ne csak, hogy most lenyomott. Kávét hozzatok. Kávé, valaki hozzon egy kávét. Most kávét, aztán megint kolbászt. Legyünk a Kosztába, vagy a Starbucksba egy kávét, bajnak, és sok tehelyes van. Egy dupla lattét, bajnak, és... Nem, valamiért, mindig mindent elfelejtek, lehet hűlök. Ez a már ez öregségi? Ez csak így van. Nem, öregségi egyébként. Leépülés. Egy picit azt érzed? Pusztulnak az agysejtek? Mind veszed észre azt, hogy öregszel? Azon kívül, csak... hogy ott van hátul az a kopaszfoltod, amiről senki nem beszél, mert tapintatos. Megcsillan a napfény. Ahol sütkéreznek a serki. Hogy mindig... igen, a plac, ahol kijárnak napozni. Így van, a beach. A plázs. Így van. Ők oda járnak napozni a plázsra. A bőrbics. Hogy miből veszem észre, hogy öregszem? Na. Hát, hogy én vagyok az öreg szem. Jaj, nem már! Jól van. Na, jól van, akkor csináljuk. Mindenki elkapcsol. Csak a sport után érzem. Egyelőre más jelen állam nincs. Tehát a sport után érzem. Hogy fáradtabb vagy. Nem a fáradt, csak a másnapi kicsit olyan helyek jönnek elő, ahol eddig nem fájt, vagy ha 3 napig mondjuk nem edzem, vagy nem csinálok semmit, és utána elmegyek, és edzem egy jót, akkor meg tudok halni. Másnap, tehát valahogy sokkal lassabban regenerálódik a testem, ez az egyetlen, amiből érzem. Tehát elhűlni nem hűlök el, meg nem vagyok haklisabb, meg nem vagyok türelmetlenem, meg semmi. De csak nem veszed észre. Lehet, hogy az ember nem veszed észre, de még nincsenek jelei. Hát ezt ti tudjátok, ti már közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz, hogy milyen jelei, mit kéne érezzek. Hát 38 vagyok, még azért hadd ne érezzek semmit. Még hadd legyen 1-2 szép éve. Majd 45 környékén már azért meglátok egy ilyen fehér köpenyesnőt, azonnal izgulni kezdek, hogy orvosi kivizsgálásra megyek, vagy urológia. Most
ez a baj. Na, akkor már tényleg öregszel, hogyha a fehérköpenyes lányt meglátod, akkor az jut az eszedbe, hogy, hogy valamilyen vizsgálat következik, és nem pedig azok a felnőtt filmek, amikben ők is szerepel. Mondják már nevet, mondják már nevet, 4 óráig itt ülök az STK-ba, hívjanak már be végre vérvételt. Elmész és kész, már a levetem is rettegsz. Úristen, mi történt? Nem éreznem kellene valamiből? 38 évesen? Mit éreztek ott az 50 felé? Hát ez, mi van veletek? Nekem is ez a váratlan helyeken előjövő fájdalom, hogy így megyek, és semmi gond nincsen, de tényleg semmi, és egyszer csak így, így begyilal a térdem, és utána pedig fél napig kiderül, hogy 105-ben léptél egy szannába. Ja, igen. De a lenyugvónapnak van még ereje? Meséljetek, hogy van még ereje a lenyugvónapnak? Csoda! Igen? Most még jobban. Jó, nem azért, hát csak ti mondom. Mert érzed a bánikot felé. Most már, akkor még oda kell tenni. Én minden zuhányzás után úgy jövök ki a fürdőszobából, hogy a két kezemet feltartom, és a harmadik hallökömbe az ajtó. De minden szex egy öröm ünnep, és azt mondják, hogy de jó. Tehát, hogy nem? Nincs az, hogy egyre hosszabb ideig fekszel mesztelenül kiterülve az ágyom, mint egy béka, nagyon ver a szíved, és azt mondta, hogy minek kell nekem, nem kellett volna mennyire meghajtani. Ja, mint egy béka, nem, hát nincs erről a Feri tudna beszélni. Nagyon jó. Nincs ilyen? Feküdni. Nyiss ablakot, megörülök, nincs oxigén. Vizes török közöbben a nyakadba, semmi? Nincs ilyen? Bírja az ember 50 felé? Jó, hát ezt majd megtapasztalom. Még mindig olyan nyomás van benne, érted? Mindig meg kell kérdezni. Nem verted be a fejedet? Nagyon. Olyan vagy, mint egy nem is tudom, micsoda. Gőzborotva? Gőzborotva vagy? Bármikor bárkit a föld körül pályára állítani, köcsém. Egyébként szerintem az ember ott érzi, hogy máson gondolkodik, mint 20 évesen, nem? Mármint máson? Hogy... Hát úgy. Nem úgy, hogy más nőn, hanem... Ja. Hanem úgy a gondolatokban érzed először szerintem, hogy öregszel. Szerintem a gyerekkel érzed. A gyerekkel érzed, többet merengsz ezen azon, mi lesz, ha nem leszel, ki lesz a következő, aki meghal a családba. Ilyeneken gondolkozom, hogy mi lesz, ha nem leszel. Kint olyan magasra, mint én. Vajon ki lesz a következő? Lesz-e hozzám méltó? Remélem, a családban senki nem ezt a hivatást fogja választani, de hogy a gondolataimon érzem, hogy úgy egyre többször foglalkoztat olyan dolog, ami régebben még nem foglalkoztatott. Az elmúlás. Halál, az elmúlás, hogy látod-e a gyerekeidet felnőni, hogy mikor lesz az a pont, amikor tőlük te elköszönsz. Nagyon sokat gondolkozom a halálon, de nem akarom, hogy öngyilkosok legyetek ti is most a hangulaton. Oh, nem. Hogy ugye mindig mindent megosztasz. Engedj csak az örökség érdekel. Akarod, belevesznek. Hát, ha ennyi után érted valami. Akarod belevesznek. Megkapod a nagy távcsövömet. Az jó. A távcsövömet. Mit csinálnál vele? Nem tudod hova tenni. Nem tudod hova tenni, elbillem a házik útokat. Azon fantáziáltatom. Azon szoktam gondolkozni, hogy ugye az élet arról szól, hogy mindent, amit tudsz, megosszál másokkal. Az örömödet, a bánatodat, a barátságot, a szerelmet, a gyerekeket, az átélt élményeket, hogy ne egyedül éld lehetőleg ezeket meg, hanem legyen kivel megosztani, mert egy emlék, egy élmény se ér annyit, ha nem tudod kivel megosztani, mintha lenne valaki, aki ott van veled egy naplementénél, utazik veled egy utazáson, vagy csak egy átélt élménynél. De lesz egy út, amikor basszus, tök egyedül leszel. Hű, te ez mi volt valamit már tök meg? Tök egyedül. Bármilyen életed volt, bármennyi embert szeret, bárki van melletted és áll az ágyadnál, mindenkire vár egy út, amikor nem lesz ott melletted senki. Igen. És én ezen szoktam gondolkodni. Hogy az milyen lesz az az út? Szerintem az a lényeg, hogy odáig ki van melletted, és az, amikor te elindulsz az egyedül útra, ott ki fogja a kezed. Hogy van-e, aki ott fogja? Az de, egyedül... hogy van, de hogy lesz egy pont, amikor mindegy, hogy milyen életet éltél, mindegy, hogy mekkora családban, milyen szeretete, milyen mélységben, van egy út, amit mindenkinek minden helyzetben egyedül kell megtenni. Ott senki nincs. Csak te vagy. Csak te vagy. És azon mindenki végigmegy kivétel nélkül. Ja. Nem szoktatok ezen gondolkodni? Ja, ilyen mélyek leszünk. Én azt hittem, csak arról fogsz beszélni, hogy utolsó 3-4 csepp mindig a gatyába megy már. Nem teljesen ezen. Ezen nem gondolkozom. Ezen nem gondolkozom. Hát akkor... Töröld meg, használj WC papír. Az egy másodpercnyi szerintem az az út. Vagy jó, nagyon te hosszasan mész. Jó, tehát... Ne, szerintem... Feri, én szerintem az ott a baj, sok, szerintem mész, nem. Sokat? Szerintem nem, az egy nagy meló. Azt szerintem nem egy másodperc. Én kettő között vagyok. Meg ilyenekről, hogy ez nem, maradék életkedeteket is elvegyen? Nem vetted el. Szerintem, Feri ugye nagyon-nagyon ragaszkodik így tényleg így két lábbal a zsíros anyaföldön. Mi van? És milyen jól mondtad. Látod, ez is milyen szép a zsíros anyaföld, meg gazdagatad. Balázs meg egy picit túlpörgeti szerintem. Én nagyon, én egyre többször. Órákig majd mész ott egyedül a fehér fényben, vagy mi? Én ránézek a gyerekemre, és arra gondolok, hogy de fura, hogy egyszer már nem leszek neki, meg ő se lesz nekem. És hogy lesz egy pont, ahol el kell köszönnünk. Neki lesz csak fura, neked már nem lesz.
te meghaltál. Igen, de hogy vannak már gyerekek, akikért úgy vállalok felelősséget, hogy egyszer ott hagyom őket. Uh-huh. És hogy milyen rossz, hogy én segítettem abban, hogy ők megszülessenek, de tettem egy baromi nagy terhet a nyakukba, hogy majd ezzel éljenek együtt, érted? Tehát, hogy önző a szülő, mert azt mondja, hogy legyen gyerekem. Azért, igen? Mert aranyos, mert cuki, mert szép, mert megy, mert nevet, mert mosolyog, boldogát tesszük egymást, de és hogy közben mennyi hagyom, mindent vállalsz te ezzel, és teszel az ő nyakába. De ő majd ugyanúgy teszi a másik nyakába. Értem, hát ez a természet törvényszerűségem. Hát ebbe azért ne pistuljunk bele, hogy mi meghalunk egyszer. Nem pistulok bele. Ne pistuljunk bele. Ne pistuljál már veletek azért ilyen még kicsit mélyebb. Mekkora lesz a tórász, ha belepistulsz? Túlvilágon is lesz kolbász! Ott van igazán kolbászból hát a kerítés a mennyországban. Bármi ilyenről egy kicsit mélyebben, hát nem lehet, mert tórász van. Hát nem, mert tórász lesz, ha belepistulsz. Feri nem egy hangfalba temetetné magát, mint a mobilszámmal, hanem egy füstölőbe. Az biztos. Nem, ez a válaszom Jani kérdésére, hogy inkább ilyenekben érzem az öregedést. Hogy sokkal többet morfondírozol, és megérintenek már olyan pillanatok, amin 5-10 éve még abszolút átsiklott. És az azt mondod, örökké élünk, és ma már minden nap eszembe jut, hogy nem élünk örökké. De nem pozitív. Nincs időd. Tehát, hogy ebből gondolt, látszik, hogy van a kétségeid, mert hogy nem pozitívan kezeled ezt a dolgot. Tehát nem úgy gondolsz rá, mint mondjuk adott esetben egy újrakezdésre. Tehát, hogyha jelen esetben mondjuk a reinkarnációra gondolok, nem egy újrakezdésben gondolkodom, hanem abban, hogy úristen, mi lesz velük, amikor majd én már nem leszek, és itt maradnak, és akkor mennyi terhet raktam a nyakukra. Miért nem úgy képzeled el, mint mondjuk a Jedi visszatérve, amikor Darth Vader ott lobogott a mágián, és de már ott álltak az asztrál testek, a kis Yoda, ott volt Obi-Wan Kenobi, ott és volt Darth Vader, és a kis Luke megkapta az új űrsiklót, a Darth Vader űrsiklóját, és majd Benny is azt mondja, hogy végre enyém a kecó, tudod. Ezen az ember érzi, de nektek nem szokott, nem? Nincs ilyen elmúlással kapcsolatos gondolatotok? Soha? Vagy így jön a karácsony, és egy kicsit jobban megérint, meg elgondolkozol rajta. Én nem kötöm magamhoz annyira gyereket, ilyen drága ajándékokat. Könnyebben fogja tudni elengedni a Janit. Én azon is szoktam gondolkozni, csak 38 éves. Ha minden stimmel és minden jó, akkor körülbelül van még 30 nyaram. És ettől lever a víz. Uh-huh. Lever a víz. Fog elmenni, szorongani kezdek, hirtelen éjszaka felriadok, vízes a lepedőm, így magzatpózban fekszem mesztelenül az ágyon, lever a víz, és azon gondolkozom, hogy 30 nyár. Durva. Ha jó, minden stimmel, és az élet nem azt mondja, hogy nem adok annyit. Elveszek egy kicsit, nincs már 30 nyarad, Bali. És ilyenkor ne gondold, hogy van 30 nyarad. Elkezded az élményeket gyűjteni? Nem, mert nem nincs ilyen, hogy lemaradok. A vikit. Nagyon sűrű 20 éven volt. Annyi minden történt, hogy ha most meghalok, itt nagyon sűrű 38 volt. Tényleg nagyon sok minden történt. De gondolj bele, 30 nyár. 30 ősz, 30 karácsony. Hát mi az? Semmi. Tulajdonképpen semmi. 30 nyár. Semmi. Ha vigyázol magadra, és minden rendben van, mert akkor leszek 68. Hogy kiszámoltam? Hogy gyárját, azért érted? Azért nem véletlen vagyok, aki vagyok. Bizony, elmenj Magdatussal a sokba, azért nem rossz teljesítmény. Leérts a kóbert. Sok a 30 nyár, kérdezem én. Hát nem. Tudod, mi a kevés? A 30 disznóvágás. Az kevés. Bizony. Basszus, évi egyet számolsz, akkor az. Ugye? Tehát gondolj bele, hogy a 30 ősz, a 30 karácsony, 30 tavasz, amit imádok. Nem sok. Basszus, nem sok, ha belegondolsz. 30 darab. 30-szor éled még át azt nagyjából, hogy tavasszak, most lehet, hogy írják, hogy a 100 éves, vagy persze, akkor meg 50, de ritkán élünk 100 évig. Hát az már csak 200-300 szex. Nem, az nálad 30. De 30 nagy, de 30 óriási. Évi egy is rendszeres. De az olyan, hogy akkor a szomszédok is rágyújtanak. Ah, így van, akkor már kijönnek a vizék. Akkor Lőrinc ünnepel. Akkor kijönnek a polgárbőrök, bak meg. Igen, akkor áthívják a rendőrséget csendháborítás miatt. Szóval inkább szerintem itt érzi az ember. Nem azon, hogy most nem tudom, mitől félsz, hanem agyban, gondolatokban. Szoktatok gondolkodni rajta, hogy milyen legyen a sírotok? Mi szoktuk például. Nem már! Na például én ezen nem. Na az igazi tatterkedés. Jó, tudod mi lesz? 5 év múlva meg fogod váltani előre a síreidet. Ne, azt és, ne csináld. De, ne. És meg fogja csinálni a kis izét. Ne tegyél terhet a gyereked nyakába. Hambasztasd el magad és szórasd magad a Dunába. Járjon tudod miért? Ki, nem. Járjon ki. Ne járjon, ne kösd a gyereket. Ne járjon. Járjon ki, nem nekem jó az apámhoz kimenni. Igen? Igen. Jó, hogy hazamegyek új kígyós, és kimegyek az apám sírjához. Na én meg akarok. Félbe. És nem ver meg, mint régen. És ott vitatkozol vele, hátra tett kézzel. Emlékszel, pacár! Emlékszel!
Ez is 80 ezer volt ez a rohadt kő. Márvány, a rohadt életben, hát nem értem meg. Igen? Igen, szerintem az olyan jó. Már hogy nem a maga, de hogyha nem lenne a sír, hogyha hamvasztottuk volna... Hát, és ki mész ki? Ezt nem akartam már. Nem, ennyire nem akartam. A vidám reggel ébresztő műsor. Tartsatok velünk, ébredjetek ti is velünk. Ha hamvasztottam volna apámat. Érted? Akkor most kimennék. Ha kijöttünk volna 30-ból, ha számlát se kérek, akkor... Nem a pénz, hát pont ez, de nem a pénz. És kijárnék egy létre, ahova szétdobáltuk az öreget. Hát az milyen? Hát nem, ahova szétdobáltuk az öreket. De most komolyan. Nem, én azt mondom, hogy például van már olyan temetés, hogy belengeded a Dunába, és akkor ott elmész a Duna mellett, és mindig eszedbe jut, hogy a... Belengeded a Dunába. Belengeded a Dunába, és az jut eszedbe, hogy egy bármelyik részek szombat este belezik a Dunába, akkor lepisílte az apába. De nem, te tudod, hogy nem pisílte le. Hát nem pisílte le. Szóval igen. Hát nem tudom, de... 30 karácsony. Ja, mert hogy... De jó. Hát igen. És úgy nem sok haszna van, hogy csak szétszórtátok, nem? És mi ez? Vigyél ki palántákat. Közös parcella? Hogy mivel gondolkoztak? Nem, kőben. És mindig a feliraton szoktunk gondolkodni alapvetően, hogy mi legyen a felirat. De mit kell még azzal is szellemeskedni? Nem, Móni azt szeretné, nem szellemeskedünk, mert Móni azt szeretné, hogy az legyen rajta, hogy itt is együtt. Én meg a kötés és a birtoklás nem szabadulsz, nem szabadulsz, itt is együtt az enyém vagy a rohadt életben. Lesz egy záradék, vagy pedig a műkövessel meg fogom beszélni egyébként, hogy oké, itt is együtt, de figyelj, itt vagy még 50-es, de írjatok oda, hogy a rohadt életben. Figyelj, csak így lehet, hogy szembe, a szemébe röhögsz. Nem tudom, én is ezen gondolkozom, hogy... Nem tudom, melyikünk hal meg előbb, drágám, de én biztos, hogy vidékre költözöm. Nem, valamit kell rá, tehát, hogy egy picit megkökentő, egy picit másabb legyen, ne a letargia meg, ne a szomorúság, hanem mit tudom én annyi, hogy ne lopd el a virágot. Az egyébként jó. Igen, Józsi, elviszed a virágot, megtalálnak. Jön a fiam, levágja a kezedet, tudom, hogy te lopod a virágot. Valami ilyesmi kellene. Mi arra sokszor beszélgetünk a barátaimmal, 67-en vagyunk együtt, akik gyerekkorunk óta. Ültek hogy szomorúan egy asztalnál. Mindig előjön. Mindig meg. Azok ki lesz az első? Nem vagyunk szomorúak, nem vagyunk szemre, hogy bármikor is találkoztam, hogy szomorúak lettek volna. Jó arcok. Lassan 25 éve nyomjuk egymást. Ki lesz az első, ki lesz az utolsó? Nálunk ez visszatérő téma állandóan. Hogy egy ideig ott vagyunk majd egymás temetésén, de lesz egy pont, amikor valaki utoljára marad. Neki a legrosszabb, tehát senki nem akar nálunk utolsó maradni. Aha. És hogy általában megszavazzuk, hogy szerintem te leszel az első, és megmondjuk neki, hogy a jelenlegi életvitel szerint ebbe 10 év múlva beledög lesz, ha így lesz, és minden héten két évben szavazunk, hogy most szerintetek ki lesz az első. Szóval ezek előjönnek basszus, hogy az ember öregszik, nem? Bele. Na mindegy, drága hallgatók. Mindenkinek nagyon jó kedvű reggelt kívánunk, és tessék jelentkezni játékra. Melyikre? Nem tudom. De minek? Mit ilyen? Már ne játszanak. Erre a 30 évre minek? Hát, mi a felének játszunk? Hány játék még? 30-360 mondjuk. Csabinál mondjuk mennyi lenne? 362. 30 évig az hány morning show még? Mi? Nem akarom 30 évig csinálni. De 30 évig az még hány morning show? Hát 300 van körülbelül egy évben. Akkor az 10 év alatt 3000. Így van. 9000-szer mondhatom már csak, hogy jó reggel. Aha. 9000! Érted? Hogy elhusson az, érted? Sicsus. Így elmegy, hus! Aha. Most biztos van egy-két média mogul az országban, vagy lendő média mogul, aki azt mondja, hogy csak hiszitek. Igen. Nem, ő még Ibizán van. Csak hiszitek. 30 igen. Nincs már és ebben. Még mindig húnyúrok a strobot. Fiúk, nincs ebbe 30, hazajövök, nagy baj lesz. Egy perc, pontosan 8:30. Egy nagyon érdekes témával folytatjuk. Igen? Már most mindenki kezdett rajta gondolkodni. Mi legyen az, írjátok az meg. Az eutanáziáról. Nem. Rajta kaptak egy párt, akik áruházban okoztak egymásnak boldog örömöt. Kivesézzük majd magát a témát, hogy ki a fenére jön rá az inger tényleg két darab leértéket bodzás piroska üdítő mellett. Elkapni az asszonyt a próbafülke mellett, a leértékelt haláru mellett. De hogy nem ők csináltad egy... még áruházban. Én nekem ott nem volt ingerenciám. Csináltad már? Áruházban? Próbafülkébe, gyerekek. Egyedül? Hát nyilván. Nem, az árus bácsival. Nem mondom. Igen. Beindultál egy érdekel az arapúcsitól. Bele magyisztál egy búbáruám. Próbafülkében még nem nyomtátok? Nem. Nem, valahogy nem. Meleg van, nem. Izzadok, próbálom a farmer, ketten várnak kint, mert leértékelt a lempulcsi. Nem. Nincs, nem volt akkor még. Na, erről beszélgetünk. Nem láttam is a felvét.
erről beszélgetünk maga, hogy egyrészt, hogy kettő, hogy kinek milyen érdekes lebukásai, illetve rányításai voltak majd, ugyanis ezen témának is két aspektusa van. Ugye egyrészt, hogy te kire nyitottál már rá, hol, milyen szituációban, munkahelyen, sertésüzemben, bankban, próbafülkében. Kettő, ha áldozat voltál és rád nyitottak, hol történt mindez? Na hát ezt fogjuk majd megbeszélni Ákos hírei után. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan. 2 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók. Vidámabb témával folytatjuk, ígérjük. Most miért? Mi volt a baj ezzel? Csend. De tényleg, ne, én mi volt? Erről beszélgetni. Figyeljetek, a karácsony jön, aki azt írta, hogy karácsony, hogy lehet ilyenkor beszélni, miért hát ne lehetne? Hát karácsonykor kell igazán ilyenekről beszélni. Igen. Hát miért ne lehetne? Ezzel nem értek egyet. Kell néha ilyenekről, csak sőt, én nem bánom, hogy ilyenekről beszélünk, nem feltétlenül kell mindig így röhögni a 4 órát, csak most megnyugtató jelleggel mondtam, hogy a dolgot lezártuk, elmondtam, hogy mivel foglalkozom, mi gondolkozik az ember, remélem sokan gondolkoznak hasonlóan, de nem folytatjuk. Lesznek még ilyen témáink. Tegnap a Júli is ilyen volt, egy kicsit komolyabb, egy kicsit másabb, de hát nem... Azért egy vidám szórakoztató reggeli műsorban néha belefér az, hogy az ember kicsit komolyabban másról beszéljen, és ne hasnát fogja a nevetéstől. Jó, az, meg szeretünk mi is nevetni, de hát kell néha ilyenekről is beszélni. Nem? Nem droidok vagyunk, akit megnyomnak és nevetnek, hát... Ja. Hát ott, megnyomlak még egyszer. Na! Ja. Egy bevásárlóközpont eldugottnak itt sarkában esett egymásnak egy középkorú pár, valaki megzavarta őket. Ez a mi téma indítónk, és a legnagyobb rányításokat, illetve a legnagyobb lebukásokat keresünk, drága hallgatók, amikor is valahol ellenállhatatlan vágyat éreztetek párotok irányába, és azt gondoltátok, hogy hát soha máskor, sehol máshol, mint most, aztán valaki megzavart benneteket, lehet akár szülő, barát, ismerős is, vagy vadidegen, illetve amikor ti, és erre vagyunk még inkább kíváncsiak, teljesen váratlanul, valahol, egyszer csak, és tényleg itt a jó szó, váratlanul rányítottatok úgy valakire, hogy eszetekbe nem jutott, hogy ott az istálóban, amikor mentetek a lovatokhoz, a szénakazalban, a pásztorfiúba jutott, elkapta a kecskefejű lányt, és éppen nyergeltetek. Tehát a nagy rányítások, amikor olyat láttatok, amit nem akartatok látni. A kecskefejű lányt, egyre életet. Tényleg miért csak ilyen kovi hasonlatokban tudok gondolkodni. Amikor a munkahelyeteken mentetek a faxgéphez, és láttátok, hogy a faxgép mögött... Miért fax? Fénymásoló, legalább ne faxozzál már. Ott Google Aranka, és éppen szerződést hosszabbít a főnökötökkel. A nagy-nagy lebukások, nagy-nagy rányítások, ezt keressük. Jó, írjátok meg nekünk SMS-ben, hogy kivel mi történt. Na, de nézzük a konkrét esetet. Ez Londonban történt, és hát a középkorú pár filmezte egyébként, hogy velük mi történik. Tehát ők úgy gondolták, hogy ezt filmre is veszik. És megvan, a videón látszik, amikor is hát ugye rájuk nyitnak, mert hogy a Pali azt is lefilmezte, ahogy éppen ott elkezdenek velük ordibálni. Jó ez? Egyébként? Nagyon áruházban, izgi. Nagyon próbafülkében. Igen? Figyeljetek, tényleg nagyon izgalmas. Ha lett volna akkor kamerás mobil, amikor még fiatal voltam, és szexi, nagyon szép gyűjteményem lett volna. Jó, én imádtam. Igen, volt, nagyon régen volt. Már azért mondtam én, hogy ne neked kelljen mondani. Igen. A fiatalt még csak-csak értem. De a szexit, az hogy a fenébe, nem panaszkodom én az életemre. Gyerekek, én valahogy mindig olyan csajokkal kerültem közelebbi kapcsolatban, akik ezt nagyon szerették. És én... És akik elfogadtak bankkártyát is. És akik... Azt is kipróbálnál. Tehát lehúzni a bankkártyát. Nem kell félniük a naptól. Szóval szerintem nagyon izgató a dolog, hogy például egy próbafülkébe egy áruházban besúrranni a csaj mellé, behúzni a függönyt, még csak nem is ajtó de volt. Besúrranni, mondom. De várj, te voltál ott és próbáltál valamit, vagy a csaj volt és te együtt mentél be hozzá. Együtt vásárolni, ő bement és mondja, rágám, gyere csak ide, hogy hadd nézzük meg ezt a... Jó, rád ez a felső. És úgy megnéztük, hogy az igen, de alibi cuccokat vittetek be. Persze, ilyenkor. Volt ruha. Ne, ő bement próbálni, én is bementem, hogy megnézem, hogy jó-e neki, és jó volt. És nem csak de neki, hanem ilyen... nekem is. Jó lesz szívem! Bemegyek, megnézem! Volt ilyen nem, kell, nem kellett, szerintem mindenki tudja, hogy ilyenkor jó lesz zajl. A méret! Hozzatok még valamit? Hozzatok még valamit? Minden ember Ákoczi úr!
Elnézést, Rákóczi úr, magukra zárták? Véletlen? Ugye, leesett a fogas, hoztak egy kalapácsot? Nem tudtak rázárni, mert izé volt csak függöny. Hát basszus. Micsoda, imádtam a liftet. Függönyösbe mertetek. Függönyösbe, 20 éves voltam, hát mit nem mertünk volna megcsinálni. Érdekes, sosem voltam ilyen téren annyira kalandvágyó. Valahogy engem én sokkal jobban zavart mindig a külvilág, hogy bejönnek, hogy megnéznek, hogy macera. Tehát, hogy én pedig aztán azért volt kaland, de hogy így az ilyen típusú kis... Kicsit magamutogató, biztos. Igen, ugye? A magamutogatás, mert olyan helyen igen. Nekünk is volt, ahol mit tudom én, mentünk kocsival, Szántóföldre bementünk, Pokróc, és akkor az konkrétan, arra is emlékszem, hogy hol volt. Pokrócon. Mert hogy ott benne van a lehetőség, hogy esetleg arra jár egy kóborvadász. De... ahol ezrek állnak. És senkinek nem tűnt fel, egy rohadt széles autó nyom befelé a kukoricát. Nem. És nem utána pedig meg. Egy balkanyat. És felrepültek. Meg mi történt? Nem, ez olyan út volt, hogy jöttünk haza valahonnan, és vezetett egy út befelé. Tehát nem mi tapostuk le valakinek a szántásán. És a kukoricásra bevezetett egy út, és ott mentünk föl egy dombtetőre. Az ember ott szépen akkurátosan leteríti a kis pokrócot, de nekem bántott a bogáncs, jött a szúnyog. Nem, a kutyát direkt vittétek magatokkal. Őrül össze. Bogáncs, látod a ribát? Nem bántom! Szóval nekem ez mindig az, hogy szúr, tudod, lefekszek, a hagyat fekszek, akkor beleáll a lábadba a kalász. Parasztkalász. Lenyelem a parasztkalász. Sosem tudtam úgy... ott a bogács. Üljünk vissza a kocsihoz, keressünk egy panzért. Így tényleg nem olyan jó. Tehát sosem tudtam úgy átadni magam. És aztán átgázol rajta, egy kombány. Tehát igen. Jöttek a vadások hajtásra, tudod. Tehát ehhez kell az, hogy ki tud zárni a külvilágot. Ne érdekeljen sem. A lift ugyanez, 10 emeletes ház, mondjuk hajnal volt, igen, és akkor megáll egyszer csak a lift a kettő között. De hogy ti megállítottátok? Nem mi állítottuk, még mi beszálltunk, mert mentünk volna föl a pecóba, de hát éreztük, hogy már most minek, mikor itt ez egy... Már csak ki kell próbálni itt is. Nem bírom tartani. Vagy most, vagy egy hetet megint várhatunk. Nem, akkor még nem volt ilyen étvárás. És akkor megállítottátok a liftet? Nem. De miért nem mentetek be oda a szemétledobóba? Nem, mert azért mégis csak van egy ízlés az emberre. És mentünk föl, tizedik, földszint, tizedik, nyomtuk a gombot, és nyomtunk egyebet, és egyszer csak megállt a kettő között, mert valaki viszont elindult otthonról, és lement volna. Azt hittem, hogy leföl hívtatok, csak sehol nem engedtétek kinyitni az ajtót, hívtak meg neked, és ingáztatok leföl. És liftben is, igen? Érdekes, valahogy nekem ez abszolút kimaradt. És én nem volt, hogy neki támaszkodtatok a gombonnak, csöngettetek, és a közös képésre. Az anyátok, szórakoztok! Autós volt. Nyílt utcán? Az se. Nyílt utcán. Hajnalban. Utcán. Hogy... Hát, lefekteted az aszfaltra? Hát azért vannak még egyéb technológiák is. Tudom, de elestél és ráült, vagy hol? Persze, igen, egy a fejemre. Egy igen, nyitott szája alukkal hagyott. Igen, és egyszer csak. Arra ébredtem, hogy szexelek. Arra ébredtem, hogy boldogát tettem volna. Igen, de előtte hárman kizsebeltek, tudod. Szóval nyílt utcán is? Igen. Nagyon jó volt. Nem, valahogy nekem ez nem. Kocsis volt, autóban, de hegyen, hármas határhegy, ilyenek voltak. De nyílt utcán, de hol? Nem zavar, hogy ott valaki jön, vagy valaki meglátod, vagy pont nem. Az adja meg az ízét? Az adja meg, persze. Úgy. De milyen utca volt? De ilyen kis eldugott, vagy mit tudom én? Nem, az András út. Az András út. Nyilván kis utca, persze. Nyilván kis utca. Vonat? Azon nem. Vonaton nem? Azon nem. Buszon igen, de vonaton nem. János, te se vagy ez a nagyon extrázó, nem? Meg volt. De mi beszorultatok, és akkor amíg vártatok, vagy hogy? Nem. Vagy azért mentetek liftezni? A lift. Nem, egyébből kifolyólag, és akkor az elég mókás volt, főleg azért, mert nagyon sokan voltak körülöttünk. És azt hitték, hogy elakadt a lift, és a lépcsőn, ami a lift mellett ment el, ott járkáltak föl le. És az izgalmas volt, tehát hogy abba volt azért. Szerintem ilyen Paternosterről megjelentetek, tudod. Sziasztok! És mentek körbe-körbe, tudod, és mindig, hülye, mindig ez nem olyan lift. És mindig csak azt látok, hogy cserélődnek a pózok. Tehát az ilyen nagyon bátor dolgok, mint a Ferénél, ez az utcai, hát az...
Ez nagyon. De ez a lift. A természet az igen, de annak van egyébként egy kifejezett hangulat. Igen. És egy, igen. Bírtad? És egyébként, ha tudni akarod, nekem volt istáló is. Na, tényleg volt. Igen? Szalma. Igen, mi? Szalma. És nehezen ment bele a lovász fiú? Mit? Nem. Egy feles, egy sör. A gumicsizmás lovász fiú, nagyon nehezen mondott, igen. Lovardában? Annak van hangulata. Nem lovardában, nem, ez ennyire nem vagyok menő. Ja. Egy egyszerű, hogy hívják, ott egyszerű falusi portának az istálója. És konkrétan a színában, és a színának, illetve nem is szína volt, mert szalma volt, és aminek az a jellegzetessége, hogy addig nem zavar, amíg csinálod. De amikor befejezted, a rohadtul elkezd szúrni, hogy téged is bógás. Addig semmi bajod nincs. Addig egyáltalán jó, nem érdekel. De ahogy vége van. Ahogy vége van, onnantól kezdve iszonyatosan kényelmetlen az egész. Szóval, bújjunk össze, úgy szúr, mint az állat, menjünk innen. Nagyon jó volt. De soha egyetlen egy rajta kapás sem. Tehát soha egyetlen. De a liftesbe ott igen, az aha. Egyik liftesbe, aztán megcsináltuk lift, vagy a rajta kapás nélkül is, hogy azért teljes legyen az élmény. Az igen, utcán ott átmentek a másik oldalra. Fölért a közös képviselő, és felfeszítette az ajtót. Már megint maga az felikém. Van ebben valami exhibicionizmus, igen, szerintem, akik ezt ilyen mesterien űzik, azok azt élvezik, hogy megláthatnak, igen. Nem? Az iszki benne van, hogy lehet egy pillanat, amikor valaki azt mondja, hogy nem áll. Vagy látod csak, hogy átsunyog az utca másik oldalára. Hogy ezek mind benne vannak, persze. Hm. És nyilván a lebukás az nem jó benne, az a dolog, vagy ami nem lebukás, hanem amikor észreveszik, de maga van egy plusz izgalom. Jó, ezt meg tudom érteni. Na, jövünk nem sokára, jó, mert nagyon-nagyon sok SMS, rengeteg hallgatónk írt nekünk, és rengetegen írjátok, hogy ti kire, milyen formában, mikor, hogyan nyitottatok rá, ugyanis ez is a témánk, ugye, hogy nem csak az, hogy ti mikor buktatok le, hanem mikor volt a legváratlanabb rányítás, úgy barátra, ismerősre, családtagra, kollégára, vadidegerre, hogy ott abban az adott pillanatban egyáltalán nem is számítottatok rá, hogy a következő percben, másodpercben egy ilyen látvány tárul a szemetek elé. Hihetetlen sok SMS-t kaptunk, úgyhogy jövünk a hírek után az SMS-ekkel, illetve megmutatjuk a beugrót, mert hogy hármasugrást is játszunk, úgyhogy mindenki figyeljen. Ez a beugró a hármasugráshoz. Már vége. Jó, hogy nem adjuk le mindenhol az összes dalt. Rövidebb, Zsűsz, hogy rövidebb legyen? Rövidebb. Szereti ezeket a dalokat, plusz jön a karácsony. Két hónapja megy a játék, de még nem kaptuk el a... Nem, na, még, nem, még egyszer nem, volt. Egyszer, nem, volt. Egyszer volt. Igen. Pici, apró, hogy nehéz legyen. Hát Lenny Kravitz dalból leadtuk 30 másodpercet. Hát ez így... Ezek után már a jogdíjat utaltunk. Igen, konkrétan. 5 perc, a 9 óra várjuk az SMS-eket. Jó, írjatok nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel, jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága Morning Show hallgatók. Sziasztok, jó reggelt. Mi van veletek? Az jó. Mi? Na? Mi? Hogy? Nem mondtam. Nem mondtad végig, hogy mi van veled, nem semmi? Mondtam. Uh-huh. Nem mondtam. Hogy vagy se, hogy? Hát nem mondtam, ez és nem is az én dumám. Én mondom ezeket, hát nem hát mondom. Azért nem is mondtam. Ja. Azt mondja, hát hogy... Ez én dumám. A 8-as főtön Devecsernél most pakolnak ki a szervek, Csavaros Gyula küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy mi az, ami még friss. Győrben a stadionnál méricskél a kedvenc fehér Seat. Török Bálint elesett, az IKEA depójánál aszfaltoznak, áll a Telenor körforgalom minden irányban. A Török Bálintnál a temetői ér a sor, az M1-es autópálya felé sem jobb. Atya Isten. Ezt már láttam tegnap, igen. Elég nagy a dugó arrafelé. 84-es főúton több kilométeres a kocsisor. Váltakozó irányban engedik a forgalmat, aki tud kerüljön. M1-es 86-os kilométernél a hídról mérnek a rendőrök Pest felé. Dávid 94 küldte nekünk. Aztán az 51-es úton, Szántópuszta és Sükös között furgon az árokban. Félpályás útzár suhant írta. Köszönjük szépen. Az Eurovíziós aspiráns dalunk a Polgár Peti és a Hungarikul által előadott, gyártott, készített, megszült Hunadal jelenleg 251.375 nézettségnél tart. Nagyon jó, 1 millió fölött van lóvé, és belőle nem nekünk, igen? Ugye, mert a jogokról lemondtuk. 1 millió fölött már lóvé van? 1 millió fölött, 1 millió megtekintése, azt már fizet. De ez se rossz egyébként, szerintem. Tudunk-e
Engedel. Oké, okay. Akkor jó, meg vagyok. Igen. Engedetlenségi mozgalmat indítani, ha nem vagyunk benne a 30-ban. Ja. Hogyha kiszór a zsűri, holott tudjuk, hogy a népnek a dalunk tetszik. Fiam, van 2 millió hallgatónk. És? Mire hát, akarsz kiukadni? 2 millió tüntetés. Levél az MTVA-hoz. Én levélben gondolkodom, a Jani már rögtön a tüntetés. A Kunigunda utcában. Ja, hogy megrohamozzuk. Hogyha nem válogatnak be a 30-ba. Tehát az a 2 millió levéllel nem tudsz mit kezdeni, akik írják, hogy már pedig a dal az jó. Hát akkor rájukuszítjuk a hallgatóinkat. Ja. Na igen. Népszavazás? Hát, most már nem nehéz, nem könnyű elérni, nem? Nem. Valahogy mindig minden népszavazás megfúrnak, nem? Persze, és nem biztos, hogy lenne belőle népszavazás, hiszen az embereknek nincsen elég információjuk a dalról. Az meg a másik, igen, hogy nehogy már az emberek döntsenek, nem? Tiszt nincs elég információjuk, igen, hallottunk már ilyet is. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket. Rányítás, nagy lebukás, nagy lebuktatás. Erről beszélgettünk, mert hogy egy pár Nagy-Britániában ellenállhatatlan vágyat érzett egymás iránt, és nem is mondom, Ausztráliában történt, egy bevásárlóközpont eldugodnak ki sarkában estek egymásnak, valaki megzavarta őket, és hát ők filmezték saját magukat, tehát meglett a lebukás is, aztán ez valahogy felkerült az internetre, mi pedig kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk nagy lebukásokat, amikor ők buktattak le valakit, vagy amikor őket buktatták le. Ugye? Hát két aspektusa is van a dolognak. Azt mondja, hogy ex-barátnőmmel nálunk voltunk, akcióztunk, az apja hazaért, nem hallottuk, ő minket igen. Zörgött 15 percen keresztül, de mi nem hallottuk továbbra sem, amikor mondtam a barátnőmnek, hogy most hátulról lehúzta a klótot 3-szor. Aztán meghallottuk végre, és csendben befejeztük, másnap nem annyira volt őszinte a mosolya. De apa milyen intelligens, hogy nem kiabál, nem töri rád az ajtót, WC-t húz 3-szor, kicsit mojol, kulcsomót lejti. Ez a fránya köhögi. Viccei osztal egy erdei után, amikor megláttam egy zöld Warburgban kiterített körülbelül 70 pluszos nőt pumpálnak. Úgy megijedtem, hogy visszafordultam, pedig ott kellett volna elmenni mellett. Imádom az ilyen életképeket. Egy zöld Warburgon. Gyönyörű zöld Warburgban, igen. 5 csillagos wellness szállod a medencé. A medencében nem vagyunk egyedül. Az úszómester szólt, hogy hagyjuk el a medencét. Egy kellemetlen volt. Az én esetem otthon a szobámban történt, amikor is megkívántuk egymást az akkori párommal. Nagyban átadjuk egymást az élvezeteknek, mikor ajtónyitásra lettem figyelmes, szóval a szobaajtó meg csukva volt, megszólalt a nagymamám: Istvánka, kész a kaja, gyere enni. Erre én: mama, mindjárt megyek, csak filmezünk még néhány percet. Mire a mama: jól van, kisfiam. Kis szünet után: Istvánka, ki fog hűlni a kaja? Mondom: mama, az előbb is hallottam, le fogok menni, meg fogom enni. Erre a mama: oké, akkor felhozom, ha lusta vagy. Kis hatásszünet után: kefélsz, Istvánka? Imádom az agyit. Mekkora nagyit. Ő mindent megpróbált. Gyere le, felhozom. Kefélsz? Minden. Végigment. Ő csak segíteni akart. Imádta az a munkáját. Ne, ha kiül a vacsora. Hát basszus. Érted? Az nem olyan, azt nem lehet ott hagyni. Így van, már megmelegítve, érted? Nem ugyanaz. Igen. Istvánka. Na, ez volt a férfiasságom legrosszabb pillanata. Mérgesen felöltöztem, paprikás hangulatban kimentem, és megettem az ebédem. Persze mama enyhén meglepődve és megijedve, szegény. Hogy tényleg kefélt? Igen, kefélsz, Istvánka, nagyon. Azt mondja, hogy hello, vonaton kupéban, ablak mellett, a hölgy szoknyában ölembe csücsen, gyönyör, jön a Kaller, és kérdezi, hogy mondja egyéket, bérleteket, de a táska a másik végén volt a kocsinak. Csúnya nyújtózkodás lett a hölgy részéről a vége. Kaller Sanda mosolyjal, de megvárta, míg elérte, és kihalászta a jegyét. Azt mondja, hogy nagy templom, lépcső, reggel 4 óra. A buszon is végignézték, azóta is gyónom. SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Jánoshegyi kilátóban fényes nappal Ovis csoport jött felfelé. Jó. Ugye, azért vannak szép történetek. Ugye nem buktunk le, pedig elég nyilvános volt, reggel a 12 emeletes ház legtetején a hajnali napfelkeltében szeretkeztünk egy kicsit ittasan. Az egyetlen probléma az volt, hogy a kátrányos vízszigetelés törte a térdem. Eldugott földút, ahogy ledobtuk a ruháinkat, abban a pillanatban jött egy vadász terepjáróval, nem fért el az autónktól, és megkért bennünket, hogy álljunk arrébb. Én a szüleimre nyitottam rá szobájukban, és úgy tettem, mintha semmi nem történt volna, kivettem egy pólót a szekrényből, és kimentem a szobából. Ez jó. Persze, hogy így kell csinálni. Ez jó. Ezt nem tudom. Ez nagyon meleg.
Azt írja egy hallgató, hogy igaz-e vagy nem. Én az anyósomat kaptam el éppen, amikor az após benyitott, de szerencsére sötét volt, azt hitte, hogy a lánya így illedelmesen bocsátott kért, és becsukott. Na, nem áll. Bátor vagy. Bármi megtörtént, Milán küldte nekünk. Gyermekfogászatot dolgoztam, egy délutáni rendelésen az utolsó beteg egy kamasrác volt, akit elkísért a barátnője. Zárás előtt mindig megnéztük a szociális helységeket, nincs nyitva ablak, stb. Az egyik illemhelység ajtaját kinyitva. Az egyik illemhelység ajtaját kinyitva azt láttam, hogy a srác támasztja a falat. A barátnője pedig éppen ügyeskedik. Kaptuk SMS-ben. Na, ugye, hogy mégiscsak nekem kéne jelölni. Azt mondja, hogy nemrégi Pesten egy áruház mögötti földúton szerettünk volna összebújni a párommal, de pár perc alatt nagy sebességgel arra jött egy autó, ami rendőrautó volt. Valaki bejelentette, hogy itt áll egy kocsi, és biztos vasúti sineket lopunk. Baromi kellemetlen volt, igazoltattak bennünket. Kaptuk SMS-ben. Családi kaján megkívántam a barátnőm. Abban állapodtunk meg, hogy gyorsan örömet okoz nekem. A többiek asztalnál ültek, mire hangosan felüvöltöttem. Alma paprika darabolás után, ugyanis elfelejtett kezdet. Azt mondja, hogy én a nagyszüleimre nyitottam rá álmos fejjel. Nagymamám úgy csinált, mintha mi sem történt volna. Lazán betakarta a kilátszó popsiját. A nagypapám meg elbújt a háta mögé alvás színlelve. Haj, de helyesek. Milyen helyesek. Rám nyitott a volt sógornőm a konyhába, csak annyit mondott, ha végeztetek, csináljatok nekem egy meleg szendvicset, légy szíves. Na, Ádám írta nekünk. Na igen. Én az egri vár tornyában voltam a barátnőm, nem, mikor bejött egy kínai csoport. Én voltam Dugovics Titus. Írja valaki SMS-ben. Hát igen, ezek nagy menekülések az adott pillanatban. Ezek nagy menekülések. Hát ha már ott vagy, akkor nem jobb mondani valamit, hogy hogy mindjárt megyek, mindjárt megyek és megeszem, nem csak kell felhozni. Igen, hát vannak beolvashatatlan SMS-ek, tehát van olyan, amit nem lehet beolvasni. Azt mondja, hogy volt barátom, a fürdőszobában ismerkedett meg apámmal, a nemesebbik részét mosva, apám ezek után minden hajnali vécé után kopog a fürdőajtón. Állítólag még mindig pedig 5 éve nem vagyunk együtt, és otthon se lakom. Kemény nyomot hagyott a papában. Igen. Néferi, örülök, hogy emlékszel rám, de Liben csak én értem fel a 10. Én már hamarabb kiszálltam. De szép, te már meglógtál, igen. Vívó versenyre mentünk, a tőreink az egyik szobatársunk ágynemű tartójában voltak, már indultunk volna a vonathoz, szóval be kellett menni a szobába, hogy kivegyük a cuccot, hát nem pont az ágyon dugványoztak, bementünk, felemeltük az ágyat, és kiszedtük a tőröket. Igen. Köszönjük szépen. Hívjátok már fel Norbit, egy interjúból emlékszem, hogy ő Rékával nagy bajnok a nyilvános szexben. Igen, így van? Igen. Tényleg? Aha, én is olvastam, hogy igen, hogy ők szeretnek ilyen extrém helyeken, és nyilvános helyeken. De még update boltban, vagy mi? Nem. Hát mit tudom én, a Agassi villája előtt a parkolóban, miközben várnak. Hogy jelentkezem, hiányomban nyomják a kapucsengőt, nem akar ajtót nyitni az üzlettárs. Igen. Réka, Agassi elment már, ugye? Igen. Nem tudom, de már nagyon liek. Na jó van, drága hallgatók, hát rengeteg SMS még egyébként. Hallgatunk nincs? Nincs. Senki Richard? Nem meri elmesélni, hát most miért nincs ebben semmi? Van. Hát. Jó, játszunk egy hármasugrás, jó? Aztán nézek még egy-két SMS-t. Itt van már is a hallgatónk, hármasugrás, játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt. Még nem. Halló! Ki az? Itt tetszik már lenni? Itt vagyok, drágám, ne kiabálj. Halló, jó reggel. Halló, sziasztok. Szia. Hello, Gábor. Hello, Balázs, Feri, Jani. Szia. Sztorid van, vagy hármasugrás jelentkeztél, mert picit elkommunikálunk itt a stáb többi tagjával. Hármasugrás miatt hívtatok. Hibátlan. Honnan hívtál minket, Gábor? Szegeden vagyunk. Szegeden. Jól van. Milyenek a kérdések, Jansson? Könnyű. Könnyűnek érzem. Könnyű? Igen? Legyen. De gyangaszínű. Komolyan ez az első kérdés. Fogalmad nincs. Ez az első, ami... Ez az első kérdés. Igen. Azért szerintem de most a könnyű kérdés, az mondjuk 3 meg 2. 6.
Hát gyerekek, ez baromi nehéz kérdés. Hát ez most erről beszéltünk nem fogja egy héten tudni. Keresztül. Mi nem beszéltünk hogy tudni róla. Fogja. Mi erről a kérdésről beszéltünk? Nem beszéltünk. De nem, úgy általában a világban történnek dolgok rajtunk kívül is, tudod, tehát nem minden. Azt hittük, hogy mi vagyunk. Na figyelj, ezt hallgass meg, így szól az első kérdés. Melyik országban rendeztek legutóbb rövid pályás úszó Európa bajnokságot? Rövid pályás úszó. Rövid, igen. Tehát nem hosszú, rövid. Nem lehetett róla fontos. Nem hallani, hiszen Román Katinka 6 aranyat és 1 ezüst összerzett rajta, és gyakorlatilag minden. Azt tudom, például azt itt tudom vagy? Meg, hogy a Cselaci is, itt de vagyunk, hogy ez hol vagyunk, érte. Munkatársaimmal is gondolkodom, de hogy hol rendeztek ilyet, hát Izrael. Hát, így van, így van. Na, valaki csak tudta. Készültem nyomni a gombot. Hát munkatársam Ádám segített. Na, azért. Azt hittem, csak engem érdekel a sport az országban. Menjünk tovább? Menjünk. Nézzük meg a másodikra. Itt van a második kérdés. Melyik filmben játszott együtt Charlize Theron, Mark Wahlberg, Jason Statham és Donald Sutherland? Na hát ezt is kikérem magamhoz. És akkor nem szereti a filmeket, az mi? Ott mi van? Donald Sutherland és Mark Wahlberg? Igen. És Jason Statham és Charlize Theron. Sőt, még Edward Norton is. Hol azt Az. Na, bátrabban. Picit bátrabban. Ez minden, csak nem művészfilm. Hát nem. Nem annyira nekünk való, de végül is elment. Neki menjünk a harmadik kérdésnek? Vagy itt megelégszel azzal, hogy van egy pasztartod, meg egy baseball sapkád? Hát, ha neki megyünk, akkor azokat el is bukjuk. Igen, viszont akkor még ott van ugye a boom, a boomozás. De olyan még nem volt, hogy egy héten kétszer is. De, hogy nem. De volt. Volt már egyszer. De volt már. Egyszer valamikor 2011-ben. Igen. Mármint olyan, hogy boom-mal eltalálták. Nem, hanem hogy na, két boom-mal. Na, szűjjük meg, létsz, hogy mi legyen, mert tökön szúrom hát, magam. Hát szerintem megelégszünk. Tényleg, valami legyen, mert megőrülök, milyen felgyújtom magam benzinnel. Pedig ezt tudnád, ez mennyi tovább, tudnád? Tudnám, nem tudom, mi legyen, mi arra, a szabályismertetésnél tartunk, hogy 8 éve játszok ezt a játékot. Milyen témakör? Hát ezt nehéz megmondani, nem tudom. De ez nincs témaköre, nem lehet definiálni. Biológia. Hát. Megelégszünk jó. Oké, akkor küldjük nektek, jó? Oké, jó. Minek ez a nagy rohanás, nem? Az ember ráér. Köszi. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ők melóban voltak, ráértek. Hát, hogy hova száguldult volna. Én sem bírom már ezt a pörgést. Ezt a mindenit. Na, igen. Itt vagyunk. Igen, ráértek. Persze, egyébként nehéz, lehet, hogy jobban megálltak. Nem volt könnyű. A harmadik kérdés. Bár ezt mondtuk az elsőre is. Ugye? Azt mégis. Hogy... És aztán mégis. Talán magasan mi végeztünk egyébként a tabella élén. Igen, tényleg? Hosszú Katinka, gyerekek, ő szerintem 6 arany, 1 ezüstérem, és az 1 ezüst is úgy, hogy 300-a múlt. Igen, tehát ott tartunk, hogyha Hosszú Katinka megjelenik valahol, akkor azon lehet vitatkozni, hogy ki lesz a második. Igen. Hogy én nem tudom, mit csinál az a nő, az egy csoda. De hogy megdöbbentő. Az irgalmatlan, hogy ő mindent mindig megnyer. Valami nagyon nincs. Komoly diétán van ő, nem is igen, tudom, mit csinálnak. Igen, valami a férje ugye az edzője, és akkor ő emelte be ezt ennek a nőnek az életébe, hát támulatos. Felfoghatatlan. Mert úgy mész oda, hogy jó van, akkor ő lesz az első, küzdjünk a második igen, helyért. Igen. És azért... a világ legjobbjai között vagy, de tudod, hogy nem fogsz nyerni. És az Európa-bajnokságra meg már nem lehet azt mondani, mint a világkupákra, hogy ott nincsen mezőny, meg hogy nem megy el mindenki, meg ilyesmi. Az EB-n azért ott vannak. Igen. Még ha rövid pályás is, akkor is. Na jó, van, ezt is megtudtuk. Hát persze, pontosan 9:30, jövünk vissza mindjárt. A Klassz FM-en. 9:50 múlt, pontosan 3 perccel. Hello mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Ma reggel miről volt szó? Beszéltünk arról az óvodás kisfiú esetéről, akit megkötöztek, ugye egy 3,5 éves kisfiúról van szó, mert hogy rossz volt, és felhívtuk az ő édesapját, elmondta, hogy mi történt. Nem akartunk igazságot tenni se pro, se kontra, tehát nem azt akartuk eldönteni, hogy ebben az ügyben most kinek van igaz, az óvodának, vagy a gyermek édesapjának, egyszerűen csak arról beszélgettünk, hogy milyen lehetőségei vannak az óvoda, a pedagógusoknak, az óvónőknek, a tanároknak, miért volt jobb, ha jobb volt régen, és hogy mennyire nehéz a tanári hivatás. Alkalmazzon vagy ne alkalmazzon bármiféle testi fenyítést a tanár. Erről volt szó. Meghallgattuk az apukát is.
Érdekes beszélgetés volt. Érdekes beszélgetés volt. Aztán magáról az ügyről és a mi tapasztalatainkról beszélgettünk, hogy mi szülőként mit gondolunk egy ilyen esetről, vagy ha a gyermekünket egy tanár mondjuk megfegyítené testileg az iskolában, egyetértenénk vele, és azt mondjuk, hogy a tanárnak van igaza, vagy bemennénk megvédeni a gyermeket, hogy a tanár nem gyúlhat hozzá a gyerekhez semmilyen körülmények között. Ezt mi is máshogy láttuk, és máshogy volt, amiben egyetértettünk, de voltak alapvető különbségek is. Beugrottak a régmúlt emlékei. Bizonyám. Bennünket ugye hogyan neveltek, szerintem nem volt vele nagy baj, hogy most ebből mennyit lehet, meg mennyit ér alkalmazni, az egy másik kérdés. Balázsnak még be is kentünk egy kis körömvirágkrémmel azt a sebet, amit a tévonalzóval okoztak neki. Hát a hátán. Engem ütöttek, vertek, de valószínű megérdemeltem, tehát ezzel nem volt baj. Igen, és aztán már nem is tudom, hogy Jani megkérdezte, hogy érzi-e, vagy érzem-e én, egészen pontosan talán tőlem kérdezted, hogy öregszem. És mondtam, hogy nem, ezt nektek jobban kellene, ugye visszadobtam gyorsan a dablát, mert hogy ugye hát van azért köztünk egy nagyon barátságos 7 év. Igen. Hogy így közel az 50 felé ti mit éreztek, és aztán elkezdtük ezt a témát kicsit jobban kibontani, hogy az ember nem is feltétlen fizikailag érzi, hogy öregszik, hanem a lelkében lejátszódó folyamatokat figyelgeti, és ebből veheti észre, hogy bizony-bizony nem eljárt felette az idő, de évről évre másfajta gondolatai vannak, vagyis foglalkoztatja már az öregedés és az elmúlás. És aztán beszélgettünk erről. Igen, kicsit. Talán picit morbid volt, de nem annak szántuk egyébként. És hát, hogy hallani fogjátok, ezért ez egy elég vidám kis beszélgetés volt, semmiképpen sem szomorkodó. És nem jutottunk el a tömeges öngyilkosság sem, mert itt vagyunk még mindig. Igen, a határa voltunk, de nem jutottunk el. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. Jaj, ha az ember fordítva veszi fel a fülest, acsi, zsínyom, nem tudod. Teljesen rosszul el. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Szia. Ki vagy és hogy kerülsz ide? Hogy bejöttél, bent felejtettél valami? Két napért. Az Urák Csaba? Az Urák Csaba vagyok. Hallottad az urákosztóinkat? Persze, persze, csak akkor annyira meg voltunk csúszva, hogy aztán erre már nem reagáltam. De gondoltam, hogy előveszem a szemüvegem, hogy érezzétek a törődést. Hát az van, hogy nem ért rá arra, amit be kellett jönnöm. Hát ez van. Hát nem kívántjuk ettől a gyerektől, hogy mindig itt üljön. Érted? Ennyi. A csodába. Jó volt ez a kis két nap, elintéztél mindent. Jó volt, hát hétfőn elmentünk a Laurával, kicsit körbejártuk a várost, hogy megnézzük, hogy mit árulnak karácsonyra. A nagy részét meg is vettük. Tegnap meg sportnapot tartottunk, ő jár edzeni azt, amit teker spinninggel, és annak úsztam egyet. Úsztam egy nagyon jót, már nagyon régen úsztam, úgyhogy most ez szükség volt rá. Kicsit körbenéztem a Bazilikánál, a karácsonyi vásárban, ettem egy jó fejtalferit, hogy hol van, mert hogy azt az információt kaptam a Zsültől, akivel összefutottam a Bazilikánál. Ja, mert mondták, hogy panaszkodj el a tulajdonosnál. Hogy valahol itt van a Feri. A Bazilikánál volt, gondolta az enyém. Hívtam a Ferit, hogy hol vagy, és mondta, hogy már nincs ott, de ajánl egy jó kajáldát, de hát ezt nem kell nekem ajánlani, mert én is ismerem a Billiknél. Billi bácsi, beszéltünk már róluk. Igen. Úgyhogy ennyi. De egyébként a Rákos menti adventi vásárnál nincs jobb, csak mondom. Hát ezt gondoltuk. Tehát most már tényleg van összehasonlítási alap. Hun? Hát a főtéren. A főtéren? Persze. Van összehasonlítási alap, hogy hol jó a forralbor. Hát otthon. És voltál a Váci utcában is? Ott a Vörösmarty téren, nem? Oda nem merészkedtem. Azt mondják, hogy ott azért viszonylag nehéz lépni. Annyian vannak. Nem hallok jókat a vásárról. Sok külföldi van nagyon. Az nem lenne baj, hanem hogy a kolbász nem jó, baromi drága, ja, 1500 forint, 1800 forint egy kürtös kalács, tehát hogy én értem, de hogy járt a horror árak, és hogy közben a minőség se. Jó, de hát akkor ezek a külföldiek, ezek szerint járjanak oda a külföldiek. Hát, igen. Tehát, hát nem voltam még kint, azért kérdezem, hogy valaki látta az árakat, hogy tényleg ennyire drága. Én voltam kint a Vörös Martin, de nem néztem. Laci volt, ugye ő a szemünk és a fülünk. Tessék? Bármit teszel 2000. Bármit teszel 2000. De ez nem túl jó, nem? Hát főleg, hogy kimész kis családdal. Mert akkor az már 8. Hát úgy. És akkor még isztok is valamit. Egyenek otthon egy szendvicset előtt. És utána kimész és nézelőd. Én tudom, hogy valami drága a bérleti díj nagyon sok. Bérleti díj, de hát hogy azért az, engem az nem kell, hogy érdekeljem, nem? Hm. 2000-200 kolbászt, nem? Az van, 1800 ér a kürtös kalács, meg 900 ér a lángos, meg 1000 forint, olyanokat hall az ember, hogy az horror. Nagyon sok, a Bazilikán is nagyon sokan voltak, tényleg szép az egész, tök jó, de ahol sor van, az, ahol te is beállnál a forralbor. Tehát, hogy igazából bárhol máshol, ahol nem tudom, csecsebecséket, meg karácsonyi ezt azt árulnak, meg főleg ételt,
ott maximum 2 perc sorban állás, tehát igazából nem biztos, hogy vásárolni mennek ki oda az emberek a közösségi élményért, kicsit az áhítatért, hogy átérezzük ezt az egész karácsonyi feelinget, meginni egy jó forradbort, vagy teát. És mennyi a forradbor? Hát ilyen ezres körül van. 3 deci? 1 ezres? 301 deci. Hát egy nagy pohár, egy normál pohár, egy 3 deci. 1000 forint 3 deci forradból. Ha mondjuk nem olcsó. Abban már jobb bort lett benne. Hát az még az lenne. Azért az nagyon szemtelen. Nem, én értem, hogy a külföldiek tartják el ezt a vásár, de hát azért járnak ki olyan emberek is, akiknek azért nem... Nem azt mondom, hogy legyen 150 forint és legyen minden ingyen, nem így van, de tudom, hogy ez nem így működik, de átesni a ló másik oldalára az se szerencsés, nem? Tehát két hét alatt rajtad akarja behozni a... Rákos mentén egy kicsivel azért konszolidáltabbak vagyunk. De van nektek bazilikátok Rákos mentén? Az nincs, nincs is rá szükség, mert de attól lesz olyan drága, érted? Na de hogy lehet, hogy templomjaink vannak? Na de hogy lehet, hogy egy budapesti vásár drágább, mint mondjuk egy Jani által, ugye a sznoboknak titulált Bécsi. Mindenki, aki Bécsi jár, nem voltál még. Én voltam tavaly. De most menjél ki, hozzá láttáblát. Tavaly is olcsóbb volt, mint a budapesti vásár, igen. Tehát a Vörösmarty térnél és a Váci utcai vásárnál a Bécsi az olcsóbb. Tehát ott megiszol, mit tudom én, 3 deci forradból, ilyen 1,50-ből, 2 euróból, ami azért ilyen mondjuk 450-600 forint, és nem mondjuk. Nem 900. Nem 900, finom. És az 3 deci, vagy fél liter, tessék? Finom az is. Hát van benne bor, igen, finom. Van benne bor. Nem, csak mondom el, hogy Jani mondta, hogy oda a sznobok járnak, de akkor kiderül, hogy a bécsi vásár olcsóbb, mint a budapesti. Hát akkor azért... Ja. Itt írják a hallgatók, Kürtös, 1500-1008 forradból bögrével 1005. De utána visszakapod az 500-at azt Budapesten. Ah, hát akkor 1000 forradból. Kifizeted az 1005-öt, elmész, megiszod, visszaviszed a bögrét, és adnak egy 500-at. Hoddog 2005. Azért az 1000... Azt tudni kell. 2005 az a rablás, ne további, hogy 1800 forint legyen egy Kürtös kalács. De tényleg, szóval az rablás. Tehát azt hát főleg úgy, hogy tudod, hogy nem magadnak veszed, hanem jön a gyerek, anya, vegyünk? Hát igen, meg hát azért egy karácsonyi vásár, az nem a gazdag emberek kiváltsága, hát oda olyanok is hadd menjenek ki, akik egyébként nem engedhetik meg maguknak, de hadd menjenek már meg egy Kürtös kalácsot. Persze mindenki annyiért árulja, amennyiért tehet és amennyiért vevőre talál, tehát ezzel nincs baj, csak szerintem kicsit szemtelen, nem? Hogy többet eladni olcsóban is ugyanott lennél pénzbe, és elégedettebb lenne a vásárló. Én ezt nem tudom, de az, hogy eszel egy szál kolbászt, eszel egy Kürtös kalácsot, és megisztok ketten egy deci bort, és ott az 15 ezer forintot, azért az picit combos. Áhítatért, hogy csak nem fogok bemenni a bazilikához, érted? Felteszek otthon egy pokolgépre, mert ezt megvagyok. Az megvan, mi? Igazad van. Hát a kettő között még azért vannak árnyalatbeli különbség. Jó, hát igen, a sokféle szín van még a palettán. Ezért jó, hogy mindenki másra gondolja a karácsonyozást, a szeretetet, az érzelmek kifejezését és a meghitt ünnepet. De hát pokolgép hát, lesz, se jó, rossz hallgatni. Így van. Itt kell az ordő, Tom templomból ment, csíricsedle, oda bent. Még abban ilyen harangozásos van, tehát szép karácsonyi dalkét. Így van, de az a Bon Scott emlékére. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Meg bazilikánál van fényfestés, az van nálatok? Van. Nincs. Szükség van rá? Nálunk szükség. Nincs. Szóval nagyon szép. A bazilikánál kell? Nagyon szép. Tiszem sült gesztenye 1000 forint. Szóval tényleg. Hát jó, de a faszén alá érted. Nem, már hogy nem kell alá feküdnöd. Jégpálya van nálunk is egyébként. Na. Most miért kell magadat ostorozni felé egy faszéne, ne bánt magad. Igen. Halló, jó reggel. Miért? Ennyi ajajajajajajaj, ennyi év után. Hello, Csabi, Jani, Feri, Balázs, Morning Show. Szia István, hello. Sziasztok. Írtál nekünk SMS-t, és nagyon szerettük az SMS-edet. Igen, hát ez már nagyon régi sztúr, egy ilyen 3-4 éves, de néha, hogyha beszélgetek a volt páromba, akkor mindig felemlítjük. Ez ilyen felfüggetlen sztori. Hát érdekes ott átmés egyébként, mert igazából, amikor elkezdtek, akkor nem gondoltam volna azt, hogy ez így megtörténik. Igazából azt hiszem, amikor kinyitulik az autó, hogy esetleg apám, mert ugye volt egy ősön haza melóból, csak meghallottam a szép lágyhangját, akkor kicsit megrepődtem. Ugye az SMS-et csak elmondom, mert talán nem mindenki hallotta, arról szól, hogy ugye hát te a pároddal egymásra találtál, megkívántatok egymást, majd megérkezett a Nagyi, aki mondta, hogy Istvánka, kész a kaja, gyere enni, te vidáman elbeszélgettél Nagyival, mire ő azt mondta, hogy ha lusta vagy, akkor ő felhozza. Majd így, kis hatásszünet után megkérdez, hogy kefélsz Istvánka? Te hány éves vagy most István, hogy ez 3-4 évvel ezelőtt történt? Hát őszintén 27. 27, tehát 24 évesen. Így van. Nagyiba van vitamin, szeretjük az ilyet. Van egyébként, mert örök, azóta mindig is alkot valamit, úgyhogy mindig meglep. Hova utazol éppen, mert halljuk a megállókat?
Hát megyek előtte is mamutba, vásárolni, karácsonyra, aztán meg majd dolgozni. Dolgozni. Jól van. Küldjük az ajándékcsomagot, tetszett az SMS-ed, jó hosszú volt. Hát nagyon tetszett, köszönöm. Köszi, csókoltatjuk a nagyit. Átadom neki személyesen. Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot! Ciao! És közben folyamatosan mondjam, megállok. Hát de jó, egy pillanatra így benézni egy hallgató életében, nem? István Kályéba. István Kályéba, igen. Csabi Kám, remek zenék? És még a fahéjas szilva a Rákos menti adventi vásárban. Azt te vagy ennek a vásárnak az arca? De vagy majd lesz valamire. Kidobta két önkormányzati lakást a puncsolsz a kerületnek? Vagy mi van? Mi ez a... ember vagyok, érted? Mi ez a nyallereskedés, érted? Ne várj hálát, ne várj hálát, Csabi. Én sem kaptam. A győriek, hogy szemen köptek, mi? Nem, csak pont azért, mert mondjátok, hogy mennyi egy kürtös kalács, hogy van választási lehetőség, van egy csomó opció, hát kell próbálni, hát ha. Na hozom nektek a Band Aid nevű szuperprodukciót, talán hallottatok róla, ez te egy ilyen... kérdezte tőle, hogy mit hoz? Nem, kérdezte, hogy remek zenét. Kérdezte, hogy azt nem mondtam, hogy remek zenét. És ugye ez a Bob Geldofnak a kezdeményezése még valamikor a 80-as években, és aztán tavaly a 30-es évfordulóra az afrikai, nyugat-afrikai ebola válság érintettjeit próbálták megtámogatni. Olyan előadókkal, mint a Coldplay, Bono, Ellie Goulding, nagyon sokan azok közül, akiket közülök valaki ott lesz esetleg a Rákos menti napokon? Közülük nem, de ott volt például a Szíl, én egyébként fel fogok lépni a szilveszteri, mondom. A szilveszteri buli ott lesz a Rákos mentén? Igen, én zárom az évet majd ott. Istenem. És a Do They Know It's Christmas című slágert, karácsonyi dalt ajánlom. Polgármester úr nem lép fel, ez egy másik, ez most a grup, aha, a házi grup zenekar lesz. Group. De mi feloldhatatlan ellentétek miatt kilépe? Nem, az a másik zenekar. Nem, az húsvétkor játszik. Húsvéti vásár, várjál, milyen jó lenne. Ugye láttad ott a vét. És akkor ezt hozott nekünk, Csabi, meghallgatjuk. Jó van, Csabi, jön a kívánság műsora, jó, hallgassátok, kérjetek tőle dalt, 555-55-00. A telefonszáma, ha szeretnétek dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország